Szevasztok, jó reggelt, kellemes ébredezést, Szerbusz Nevron, jó reggelt az úrnak, Szerbusz Ufcsi, Hello Kriko és Ivi, valamint Lófi, jó reggelt, kívánok, és Zauber Háze köszöntünk nagy szeretettel, Tóji húsz, Szevasz és Hello Ivi, Nita Citus, valamint Preacher Hun, Tamara néni, akinek nagyon szépen köszönöm a nyolcadik hónapot Jézus ereje. Srácok, mi innen mérjük amúgy, hogy mióta vagyunk együtt. Nagyon, nagyon érdekes. Na, jó reggelt, jó reggelt, Krikó, serbus, kedves Etele, jó reggelt. Szevasz Kivi Killer, Szevasz Kálmán, jó reggelt neked, és ö, valamit Krikó, Tógyi és valahány név van a naptárban, Melvin bácsi és ö, a többiek, jó reggelt, szerbuztok, és kellemes kávészürcsölést. Mindenkinek kellemes szombatot, csodálatos nap, csodálatos hosszú nap, ugyanis ö, a menetrendből már ugye elvileg kiderült, vagy legalábbis amit lent láttok a, a címben, hogy mi fog történni ma. Nyilván beszélgetünk jó pár órán keresztül, fogadóra címén. Van ö, rengeteg téma, amit át lehetne beszélni, és érdemes is. Zolt sí, köszönöm szépen! Na, oda nézz! Köszi-köszi a csírt! Van jó pár játék, meg jó pár téma is, amit, ö, amit előtte átbeszélünk, mielőtt játszásba kezdünk. Ma úgy fog kinézni a történet, hogy körbe olyan délig fél egyik beszélgetünk, vagy valami ilyesmi, és ö, utána megsasoljuk a No Rest for the Wicked nevezetű játékot, amit elegánsan elhanyagoltam, illetve skippeltem mm, egészen idáig. Azt hiszem, hogy talán azért, mert abban az időszakban, ha minden igaz, akkor uh, irgalmatlan elderingezések voltak, és ne egyszer nem volt már arra is uh, kapacitás, hogy azzal a játékkal is foglalkozunk, pedig, 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 pedig. Nem tudom, hogy esetleg uh, rémlik -e nektek a Moon studios Ismeri valaki valahonnan a Moon Studios-t? Biztos hogy, biztos, hogy ismeritek azt a játékot, amit ö, úgy hívnak, hogy Orient the Blind Forest, úgyhogy ezzel kapcsolatban lehet ismerős a Moon studios a neve, ugyanis ö, ők hozták létre a No Rest for the wicked is, és ö, ez egy nagyon érdekes játék, egy ö, dark fantasy game, ami már. Ö, így a, a az Orient the Blind Forest után egy kicsikét kilépett a platformer játékok keretei közül, és egy ilyen, egy ilyen Souls gémet képzeljetek el, ami meglehetősen érdekes, arról nem is beszélve, hogy irgalmatlan ö, art style-al, úgyhogy barami kíváncsi vagyok. Végig akartam játszani, még meg akarom nézni mindenképpen. Szent köszönöm szépen nagyon a Primal Subot, és ezzel együtt a 32. hónapot, Jézus erője. Köszönöm szépen nagyon. Köszi-köszi a mámmának. Nagyon-nagyon köszi. Lényeg a lényeg, hogy No Rest for the Wicked lesz fél egy től kb., és utána pedig bármi is történhet, ugyanis be van még tárazva egy játék ezen felül is, ha esetleg a No Rest for the Wicked nem vinne el annyira, Viszont este 7 órától arma lesz, szokás szerint, és ezzel kapcsolatban új infó, hogy a srácok átköltöztek egy másik szerverre, úgyhogy ezt csak azért mondom, mert voltak az utóbbi missionok során ilyen technikai problémák, ledobált mindenkit a szerver, ki tudja miért, nem tudjuk. Minden esetre úgy néz ki, hogy ezt a problémát elhárították. A tegnapi, kép, tegnap előtti képzésen nem történt semmiféle probléma, úgyhogy elvileg minden oké. Okay. Erről tájékoztatott Taylor, úgyhogy meglátjuk. Meglátjuk, meglátjuk, meglátjuk. Lényeg a lényeg, hogy ez lesz így körülbelül a mai napnak a, 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 a menetrendje. Holnap pedig nyilván lesz fogadóra, ezen belül képkocka a hetedik című filmmel fogunk foglalkozni. Nyilván a hetedik epizód a képkockából, akkor stílszerű volt a hetedik című filmet választani, és, és ezen felül holnap orvérzésig Once Human lesz, ugyanis holnap jelenik meg azt hiszem a negyedik fázis, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy mehetünk már a, legdurvább helyekre, úgyhogy ö, iszonyatosan város a történet. Viszont arra a következtetése jutottam, hogy a Once human már nagyon nincsen mit ö, csinálni, ami olyan, olyan kimondottan izgalmas lenne, úgyhogy a mai napra betáraztuk a, a, a No Rest for the Körülbelül így néz ki a történet. Remélhetőleg jó lesz, bár látom, már írtátok, hogy a No Rest az, az, egy nagyon-nagyon jó ö, játék. Látod, az Elden megette az idődet, hát mert olyan? És annyira jó. Nagyon sajnálom, hogy nem lesz még egy DLC, vagy valami hasonló. Jöhetne, jöhetne egy, egy hasonló ilyen open world uh, játék amúgy a, a From tól Baromira örülnék neki, remélhetőleg lesz is. Abba reménykedek, hogy biztos, hogy nem ez volt az utolsó játékuk, ez, ez tutifix, tehát ezek után, a sikerek után tutifix, hogy hogy, 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 lesz valami új, úgyhogy remélhetőleg az is ilyen open world lesz, baromira város a történet, bármiről is legyen szó. Ő nem szeretném, hogyha visszatérnének ahhoz a, hogy mondjam, ahhoz a csőszerű dologhoz, ami ugye a, a, a DS3 volt. Hát már amennyiben lehet ezt így ugye megfogalmazni. Na, jó reggelt nektek! Mi a helyzet? Meséljetek egy kicsikét. Milyen a klíma, meg egyáltalán mi, mi a helyzet arra felé? Addig én szeretném veletek közölni, hogy irgalmatlan nehezen aludtam el, pedig elvileg 10 óra 30-kor már ment le a szemem, csak utána fölébredtem, és utána még nem bírtam visszaaludni, úgyhogy jó sok sorozatot kellett néznem, hogy jó legyen. Mi az, aki papa szerint nem lett tökéletes az RPG, az Eldenes, szóval fix lesz ott még alkotás. Aha, jó. Én várom, nagyon nagy szeretettel. Arról meg nem is beszélve, hogy a... a a No Rest For The Wicked azért egy elég érdekes koncepció, tehát um, szerintem, szerintem érdemes megnézni. Nem is baj amúgy, hogy nem fogtunk bele megjelenéskor, mert akkor még azért voltak uh, problémák vele, főleg az Early Access uh, uh, időszakban ott voltak azért erős framerate dropok, -ok, meg uh, mindenféle probléma, de um, ami késik nem múli. Na, jó reggelt nektek, és kellemes ébredezést! Uh, Tegnap néztem egy, egy kimondottan érdekes sorozatot, nem tudom, hogy, hogy láttátok-e, Lou volt kapcsolatos, és a, a, a különböző fiú bandák, most ez annyira nem érdekes legalábbis számomra, viszont az igen, ami ugye körülötte volt, tehát így menedzsment és produceri szinten baromira érdekes. Nem tudom, hogy láttátok-e, érdemes megnézni. Engem mindig érdekelt az, hogy kvázi így a színfalak mögött mi van, tehát hogy hogyan működnek a, a, a dolgok adott esetben, mondjuk egy-egy szerződés során, vagy, vagy hogy működik azoknak az előadóknak a, a producerelése, menedzserése, akiket látunk tinglitanglizni ott a színpadon. Na most nem feltétlenül az érdekelt, hogy mi van a Backstreet boys mert hát azért valljuk be, amikor kölyök voltam, akkor én az én szobám falán nem az ő posztereik voltak kint, hanem, hanem, inkább Rage Against the Machine, meg egyéb hasonló dolgok, úgy, meg Slayer, meg hasonlók. Úgyhogy ettől függetlenül azért baromira érdekes volt, nem tudom, hogy láttátok-e. Szerda óta minden este sikerült valami koncertre menni, nocsak. Az igen, Na, nagyon jó, végre kicsit ki, uh, ki tudtam engedni a gőzt. Na, nagyon helyes, kell is amúgy, kell is. Kedves Tamás, jó reggel. Slayer mellett közvetlen az Olszenikre. Hát az Olszenikreket, uh, hogy mondjam, ab abban a korban uh, más miatt szerettük, uh, ebbe most talán nem menjünk bele. Jó reggelt, jó reggelt, továbbra is jó reggel. Na, viszont elindult az olimpia. Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, vagy követitek-e az eseményeket. Szoktatok olimpiát nézni? Amúgy. Tehát, hogy így, hogy mondjam, tehát így a sportközvetítések királyának mondható a történen. Most ezúttal, ha jól tudom, Párizsban rendezik meg a dolgokat, és hát állabál. Állabál az olimpia körül. Most nem feltétlenül arra gondolok, hogy Snoop Dogg viszi a lángot, ami amúgy zseniális, tehát... Olimpia olimpia preacher, olimpia, nyugodjunk meg, olimpia. Az egyetlen dolog, amit nézel a tévében, de hát nincs is tévénk, akkor hol nézed? <laughs> Neten? Vagy biztos van valami online közvetítés, fene se tudja. De álla áll az olimpia körül, viszont ami nekem nagyon tetszik, hogy Snoop Dogg viszi a lángot. Tehát azért én annyira vártam, megmondom őszintén, hogy hogy, hogy esetleg az olimpiai ráng, lángról rágyújt a mester egy orbitális nagy spanglira, de ez, 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 ha jól tudom, akkor nem következett be, sajnos. Pedig, pedig piszkosul vártam, hogy hát, ha esetleg eljátsza ezt a geget, nagyon-nagyon jó lett volna. Többször láthattuk már amúgy a mestert, ha minden igaz, ilyen hát hasonló körülmények között volt valami e rendezvény, ahol megjelent, de próbáltott játszani, nem igazán tudott hozzászólni a játékhoz, de nagyon-nagyon aranyos volt. Azt hiszem, hogy valami kodevent volt, vagy a, a fene tudja. Azt hiszem, azt hiszem talán kodevent, vagy a fene. fene emlékszik már rá. ott nézem. Ö, tegnap elduktam egy kis tévét az irodába a jövő hét. Hogy lehet eldugni egy kis tévét? Mekkora egy... Na várjál, ezek azok a tévék, amik régen voltak, ez a... ekkora képernyő, szigorúan, és ilyen hosszú az egész, ilyen, ilyen katott sugárcsöves, izétszúdsz. Vagy milyen egy kis tévé? Vagy ilyen pici lapos? Ilyen, ilyen pici lapos lehet, gondolom én, vagy a fene se tudja. Én az úszást imádom nézni az olimpiáról. Nekem a szüleim azért azért, azért nézegették ezeket a, ezeket a rendezvényeket, meg, meg együtt izgultak Darnyi Tamásért, meg úszó esetleg valaki nem tudná, meg, meg, meg nagyon szerették a kézilabda válogatottat, nekik is szurkoltak, meg... meg meg mi, mi van még? Nem, nem tudom, nem tudom, hogy miket néztek. Nálunk azért annyira nem volt ez ilyen frekventált dolog, hogy mit a apu leül a foci meccselé, tehát általában a fatert azért más dolgok érdekelték, mit tudom én, a zene, meg a horgászat, meg, meg hasonló dolgok, de nem, nem volt ez olyan rendszeres történet, hogy most akkor leülünk a. a, a a, a meccselé, itt a két-három sörrel, és akkor drukkolunk valakinek, ez nem, nem volt a mi családunkban hagyomány. Alapvetően ezt, ö, ezt valahogy úgy látom, hogy a, a sport, mint olyan, az az valahogy így, ö, így az ember gyerekkorával jön, legfőképpen akkor válik rendszeressé, hogyha a szülők is űznek valamit, de hát nálunk ez annyira nem volt frekventál. Tehát míg az osztálytársaim jártak, mit tudom én, kézilabdázni, kosárlabdázni, meg vívni, meg mit tudom én, meg mindenféle dolgokra addig, addig én mentem a sakszakosztályra. Hát ugye ez, ez látszik rajtam. Na, lényeg a lényeg, hogy én nem vagyok olyan rettehetesen elkötelezett így a sportokkal kapcsolatban, viszont ez az olimpia azért, azért kimondottan érdekes, és főleg most, akárhogy is nézem hogy mondjam, ugye nyilván Párizsból rendezik, ezzel kapcsolatban van egy cikk, mert a párizsiak egy kicsikét ö, felpaprikázták magukat, hogyha esetleg így ö, megvan a sztori. Na, valahogy így szól a cikk, kezdődik az olimpia, de továbbra sem lehet tudni, hogy a szajna alkalmas lesz-e az úszásra. Na most, ö, igen, a sakki sport, a sakk sport, tessék elfogadni, ha tetszik, ha nem, a sok kis sport. Ezen a csatornán legalábbis a sok biztosan sport, azt tudtad. Csak hát nem olyan jellegű sport, mint amire általában asszociálni szoktak az emberek, hogy futunk, izzadunk, mit tudom én, stb., meg gyorsan kell ott lenni, nagyobbat kell dobni, mit tudom én, több gólt kell Ö, meg nem, nem, ilyen jellegű történet. Fejben dől el, ahogy szokták volt mondani. Kezdetét veszi az olimpia, azonban a rengeteg pénz és erőfeszítés ellenére továbbra is kérdéses, hogy a szajna vize alkalmas lesz a nyílt vízi úszásra. Mivel az olimpiát csupán négy évente rendezik meg, nem csoda, hogy ebben az időszakban minden szem a sportolókra szegeződik, idén Párizs ad otthont a rangos ö, eseményeknek, azonban a világ figyelme egyelőre nem a versenyzőkre, hanem az olimpia körül eluralkodó káoszra. Na meg persze, rengeteg kérdés felvető folyóra, a sajnára irányul. Na most, aki esetleg nem tudná, hogy miről van szó, ugye nyilván az úszóknak, meg, meg azoknak a versenyzőknek, akik valamilyen vízisportot adnak elő olimpiai keretek között, azoknak szüksége van ugye vízre, ezt gondolom nem kell magyarázni. Erik az angolnáért lehetett izgulni, ha már úszás. Az biztos, én azt láttam élőbe, basszus. Azt láttam élőbe. Szerencsétlenség jó, hát most azért ö, nem kell azért nagyon-nagyon megfirkálni az úri embert, mert olyan helyről jött, ahol egy, na hát most szerencsétlen, egy normális medence nem volt. Tehát így felkészülni a, az olimpiára meglehetősen nehéz. Na, szóval lényeg a lényeg, hogy ö, probléma van a szajnával, ugyanis nem megfelelő minőségű a víz. Most ezzel kapcsolatban már sportolók is felszólaltak meg, meg ö, különböző provinens személyek, és, és a probléma az azzal van, hogy hogy nem feltétlenül fűlik a foguk a versenyzőknek ahhoz, hogy egy olyan vízben úszkáljanak, ami hát, hogy mondjam, némi kívánnivalót hagy maga után. Na most a szajna, mint olyan, az régóta ilyen, tehát retteltesen régóta borzasztó minőségű a víz, és nem is nagyon értem, hogy hogyan gondolták ezt a történetet, viszont voltak erre kísérletek, méghozzá a víztisztítás szempontjából, de ne rohanjunk ennyire előre. Azt írják, hogy nem véletlen, hogy a rossz vízminőség miatt több mint egy évszázad a tilos a szajnában úszni. Tehát konkrétan nem mehetsz be, mert annyira rossz minőségű a történet. A egészségügyi kockázattal jár. A folyón közlekedő hajók és magájuktól lefolyóiból származó ürülék ...nek köszönhetően lehetetlen vállalásnak tűnt, hogy megtisztítsák a vizet. A helyzetet az sem könnyíti meg, hogy a Párizsi vízelvezető rendszernek köszönhetően a háztartási hulladékot és a lefolyó esővizet is egy helyre vezetik, így heves esőzések alkalmával, feles ö, felesleget. A le, ö, amikor, várja, így heves esőzések alkalmával felesleget a, foly, a, a folyóba vezetik. Hát most. Biztos volna erre valami más módszer, de úgy néz ki, hogy ez a költség hatékony, vagy a fenet tudja. -e. Amikor kiderült, hogy Párizs választották a 2024-es nyári olimpiai játékok helyszínévül, a szervezők ambiciózus tervet dolgoztak ki, hogy az öko Az ötkarikás játékok kezdetére alkalmas legyen a nyílt vízi úszásra. A baj csak az, hogy az olimpiai kezdeti, uh, olimpia kezdetét vette, viszont továbbra sem világos, hogy a szajna alkalmas lesz az arra, me, ö, lesz az arra, hogy megrendezik a hosszú úszást és a triatlont. Na most. Hát több kérdés fölvetődik, ugyebár. Mm. 1923 óta, tehát szeretném jelezni, 1923 óta tilos benne úszni. Na most. Azt nem tudom, hogy ez alatt az egy-két hónap alatt mi a fenét akartak csinálni. Tehát, hogy mit lehet csinálni egy olyan folyóval, ami 1923 óta olyan rettetesen mocskos, hogy nem alkalmas arra, hogy ússzanak benne. Na most Macron és en Hidalgo, Párizs polgármestere a gyalázatos állapotok ellenére úgy döntöttek, hogy már pedig az olimpikonok a folyóban fognak úszni. Na most érdekes elgondolás, ki tudja, hogy, hogy, hogy sikerül-e. Több olimpikon is aggodalmát fejezte ki, nem tartják egészségesnek, ugye ezt már ugye a katakombákat is átmossa, vajon a szajna vize hát, igen, vetődnek föl, vetődnek föl kérdések. Szartak az egész. Hát ennyire, ennyire, nem menjünk még előre, de van, van egyfajta, hogy mondjam, egyfajta nagyon furcsa hozzáállás ugye a párizsiak részéről, de ebben majd mindjárt, mindjárt, belemegyünk egy kicsikét jobban. Az ország eddig nagyjából 1,3 milliárd eurót költött a szajna tisztítására. Na most azért, tudjátok, az ember általában nehezen tudja hova tenni ezeket az összegeket, főleg, hogyha nem az ő pénznemében mondják, ez, ez irgalmatlan sok pénz. A cél, hogy a vízben található baktériumokat 75%-kal csökkentsék. Terben volt, hogy Macron és Hidalgo együtt fognak úszni a szajnában, még júniusban. Tehát kvázi, hogy demonstrálják, hogy, hogy meg sikerül oldani a dolgokat. Azonban ekkora sem volt megfelelő állapotban a szajna. A franciák híresen szeretnek tüntetni, tehát ők azok, akik általában kivonulnak az utcára, akármilyen problémájuk van. Felgyújtják a várost meg, zavargásokat szítanak is egyáltalán. Na most ö... azt tervezték, tehát így kollektíve, <laughs> eleve, eleve ez a hozzáállás, egyszerűen imádom, meg hogy kinek a fejéből pattant ki. Azt tervezték, hogy a miniszterelnök és a polgármester úszásának napján kollektíven belekakilnak a szajnába. Ezzel fejezve ki nem tetszésüket az olimpia szervezésével kapcsolatban. Na most ezen, ezen egy kicsikét álljunk meg. Tehát, hogy ezt így, ezt így hogyan, 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 hogyan gondolták? Tehát, hogy ezt, 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 ezt esetleg úgy, hogy otthon mindenki elvégzi a maga dolgát, és akkor megérkezik érted egy bizonyos időpontban a szajnához, és akkor ott ö, megszabadul a terméktől, vagy ö, ezt úgy kell elképzelni, hogy így, hogy így, jönnek a tüntető párizsiak, és akkor mindenki ott letolt gatyával, ö, hát hogy mondja, körbe üli a folyót, meg a folyópartot, és ö, arra időzíti ezt a csodálatos ö, rendszeres eseményt, ami hát valljuk be egy kollektív élmény, ezzel gyakorlatilag még kollektívebbé ö, emelve a szituációt. Na most hogyan? Hogy, ho, hogyan, hogyan akarnak egyszerre belekakilni a szajnába? Ezt... Valaki fejtse már meg, hogy ezt így hogy gondolták? Mr. Görény, a, le a legjobb, hogy volt hozzá webhely, hogy mikor kell beledobni, hogy jó időpontban érjen. <laughs> Első hozzászólása, de zseniális. Tehát konkrétan, konkrétan, csináltak erre a franciák egy, egy weboldalat, hogy, hogy kiszám, tehát aminek segítségével ki lehet számolni, hogy mikor kell ezt a, ezt a, ezt a csodálatos attrakciót előadni, és hogy mikor... Ö, mikor úszik oda, a, a, nevezzük terméknek, jó? Tehát ö, mikor úszik ö, oda Macronék közelébe a termék, és... Ö, Hát nem tudom, azért én eléggé vizuális típus vagyok, és látok egy mosolygó Makront, meg mellette a polgármesterasszony, és hát őket meg körbeveszi az a rengeteg... Hát na, én nem is akarom kimondani, értitek, hogy mire gondolok. Tehát azért ez egy eléggé, hogy mondjam, szürreális kép. Na mondjuk, igen, igen, pontosan ez itt a kérdés, hogy hogy, hogy, hogy jön meg egyszerre az ihlet, vagy, 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 hogy, hogy kell ezt csinálni? Nem tudom, ilyenben még nem vettem részt, nagy valószínűséggel nem is fogok, de, de, de hogy lehet ezt kivitelezni ügyesen? A középkori párist és sajnát megfelelő magasságú kak és hulla alapozta meg többek között. Ez nem tűnt el onnan, azaz nem most kezdődött. Hát írt, vagy hát beszéltünk is róla az hogy, 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 1923 óta tilos benne úsztam. Most ugye régen nem szórakoztak, tehát valaki a taigára került, akkor azt így fogták maga, tüm, beleborították ért. Ezt hadd vigye. Érted, most gondolj bele egy olyan időszakba, amikor járványok meg mindenféle ilyen rettenetes, gyalázatos ö, korságok, szedték áldozataikat, mert hát ugye nyilván a higiéniai ö, felkészültségük nem volt igazán megfelelő abban az időszakban. Hát akkor mit csináltak? Fogták magukat, érted, ezt a rengeteg holttestet, hogy vagy elásták, vagy beleburították a vízbe. Hát most... Gondoljatok csak bele, nem nem cizellálták túl ezt a kérdést, akárhogy is nézem. Szóval a lényeg a lényeg, hogy, 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 hogy térjünk arra vissza, hogy hogy lehet ezt előadni. Ha tudod az időt, meg a folyó folyási sebességét és a mederhozt, akkor csak fizika az érkezés időzítése. Na hát igen, és itt jegyezném meg, hogy milyen szép dolog a tudomány, nem? Tehát, hogy mennyi minden jóra lehet használni azt, hogy az ember tanult fizikát, Nyilván el lehet vele jutni az űrbe, akár a tengerfenekére, vagy lehet végezni mindenféle méréseket, hogy a későbbiekben ugye a tudomány égisze alatt elképesztő sikereket érjen az emberiség, meg sok mindent lehet kutatni, vizsgálni, na de hogy arra fordítsák ezt, a, ezt, a, ezt az elképesztő Szellemi felkészültséget az emberek, hogy hogy, hogy arra időzítsék a, a, a kaki odaérkeztét, amikor ez a két szerencsétlen úszkál érted a, a, a szajnába, ez egyszerűen zseniális. Tehát nem tudom, hogy kinek a, 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 az agyából pattant ki ez a történet. Tudományosan megközelített, tüntikézés. Pontosan, pontosan. Jaj, édes Istenem hashajtót is osztanak a tüntetésen? De most ez, na várjál, ez, 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 ez real, vagy, 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 ez csak így hát hogy jelleggel így beszúrtad ide? Mert hogyha igen, akkor azért, akkor tényleg akarják ezt a történetet. Akárhogy is nézem. Tehát, hogyha valaki már képes hashajtót bevenni ezért, akkor azért az eléggé erőteljes. És, és akkor tényleg akar valamit. Akkor, akkor tuti fix, hogy el fogja érni a célját, ez egészen biztos. <kül> franciák a parfüm feltalálói szappa másodlagos volt arra felé. Hát persze ismerjük ezeket a korokat. Én, én, baromira szoktam röhögni mindig, amikor, amikor látom ezeket a, ezeket a cizellált barok fotókat, érted, risporos paróka, meg a kutyafüle, minden, érted, áldig állnak az emberek, mint hogyha egy ilyen, egy ilyen elképesztő, szellemi magaslatról érted, így néznének az őt körbevevőkre, viszont pontosan tudjuk, hogy ez volt az az időszak, amikor gyakorlatilag tetvesek voltak, leprásak voltak, odaszartak a, sző, a, a, ez a, függöny mögé, és akkor majd a komornyik vitte ki, tehát borzasztó állapotok zajlanak. Tudjátok, és ezt így, ezt így azért tompítják az iskolákban is művészettörténet órán, meg itt-ott, tanó, tehát Móczártról is azt tudod, hogy ó, hát, nagyon hidegbe hazafelé ment, mit tudom, én megbetegedett, és, és, és ebből kifolyólag meghalt. Hát ugye ezt senki nem mondja el, hogy gyakorlatilag orbitálisan bekarmolt emberünk, és hát gyakorlatilag nem ért haza elterült a fagyban, aztán jó napot kíván. Ezt, ezt úgy nem szokták úgy általában tanítani. Na mindegy, szóval ö, meglehetősen érdekes ez az, az egész szituáció. Ö, amúgy sok ország ö, lakói kifejezetten nem szeretnék amúgy, hogy olimpia legyen náluk. Na most mik lehetnek az okok, ezt vajon tudjátok, hogy, hogy, ö, hogy, hogy miért nem szeretnék emberek, hogy olimpia legyen? Hadd kérdezzem meg, hogy ezzel kapcsolatban van valamiféle ötletetek? Csak azért kérdezem, mert több esetben is láttunk már tüntetést, ugye olimpia ellen, kis hazánkban is, viszont ennek most politikai vonzata révén nem igazán megyünk bele a részleteibe, viszont, viszont miért nem akarhatja valaki, hogy olimpia legyen nálunk? Az olimpia az alapvetően egy szép dolog, egy jó dolog, nyilván a görögöktől maradt ránk a történet, összemérik emberek érted teljesítményüket, és akkor van egy versengés, és akkor a sportot ünneplik, és egyáltalán szép dolog ez, tehát nagyon-nagyon gyönyörű, meg minden, de, de vajon miért nem akarhatja valaki azt, hogy olimpia legyen náluk? Tehát mik lehetnek az okok amúgy? Na most én, én, én azt gondolom, hogy itt valamiféle fajta gazdasági okra vezethető vissza a történet. Ö, aha, tehát gazdasági környezetvédelmi kampány volt, nem politikai. Aha. Na jó, de, de mit okoz egy olimpia? Menjünk már bele ebbe egy kicsikét, tehát hogy mit, mit, mit hoz magával egy ilyen rendezvény. Nyilván rengeteg ember jön, meg, meg adott esetben szerintem a gazdaságnak ö, ö, azért lehet, meg a környékbeli járusoknak egyfajta tőkeinjekció, mert nyilván, hogy oda megy rengeteg ember, akkor az vásárolni fog, fogyasztani fog, ki fogják venni a szobákat. Ö, igénybe veszik a tömegközlekedést, a taxit, a, a mit tudom én micsodát, nyilván ott ebédelni, vacsorázni, reggelizni fognak, tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy jó dolognak tűnhet, de, de, de mik ennek a dolognak az árnyoldalai? Kb. minden olimpia veszteséges volt eddig, baromi sok pénzt locsolnak el az infrastruktúrára, de a verseny végeztével nem tudnak mit kezdeni vele. Na, igen, ilyenekről már hallottam, hogy létrehoznak érted, mit tudom én, több stadiont, és akkor nincsen kihasználva, vagy legalábbis semmi értelme az egésznek. Láttunk már, várjatok, most, ha jól tudom, Magyarországon nem készül olimpia, nem? Csak kérdezem. De vannak jelek, mint hogyha lenne. Na, na mindegy, ebben most megint csak nem megyünk bele. Borza, borzamos anyagi teherrendező rendező országnak, aha, aha. Ugyan, ugyanaz ezzel is a probléma, mint a nagyon népszerű üdülőhelyek esetében a helyi lakosok érdekei másodrangúak lesznek. Jó, csak most én, én, én próbálok egy ilyen naív ö, ö, szerepbe helyezkedni, hogy hogy oké, okay, rendben van, de nem tart ugye örökké, viszont lehet, hogy lehet, hogy egy, egy jó tőke injekció, vagy nem tudom. De most írta ugye ö, az előbb ö, Lófi, hogy, hogy, ö, hogy minden olimpia eddig veszteséges volt. Az összes olimpia veszteséges volt. Nem tudom, mert én nem követem ezeket a dolgokat, mert mondom, a sport az engem annyira úgy nem mozgat. Viszont, ö, hogyha tényleg mindegyik, akkor, akkor igazából, hogy mondjam, ez olyan, mint a, a, a... Hogy, mihez lehetne ezt hasonlítani? Tudjátok, mint a forró krumpli játék. Nem ismeritek a forró krumpli játékot, mi? Lehet, hogy ismeritek. Tudjátok, amikor adják egymásnak tovább, de senki nem akarja, hogy ott legyen nála, és az veszít a végén, akinél ott marad a forró krumpli. Tehát körülbelül így képzelném el az olimpia rendezést, hogyha, hogyha a gazdasági volzata ilyenek. Na most ö, én nem tudom. Turisták lelakják a várost, ahol tartják, minden tiszta szemét tőlük nem lehet parkolni, mindenhol ott vannak az idegenek, elszállnak az árak, stb. Ezer oka van, én se szeretném. Aha. Ja, értem. Aha. Jó, jó. jó hát persze nyilván mondjuk ez is, ez is érdekes, hogy abban az esetben, ha tudod, hogy rengetegen fognak jönni a boltba, meg hogy mindent. Ö, 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 minden felvásárolnak, meg mit akkor nyilván az árakat is feljebb visze, tehát nyilván erre az árusok készülnének, ha mondjuk itt lenne Magyarországon. Érdekes ez az egész történet, nem tudom. Nem tudom, viszont Viszont figyeljetek, ha jól tudom, akkor elvileg ezzel kapcsolatban van valamiféle fajta változás, hogy, hogy mégsem a szajnában fognak úszni, meg mégsem ott lesz a, 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 a vízisport rendezvényeknek jó része, hanem csináltak valamit, ugye? Valami, valami. Mm, mi, mi, mi annak a neve? Nem tudom, nem, nem jut eszembe. Alfabétek köszi a követést. Tehát valami, valami, olyan, olyan alkalmatosságot, amiben megrendezhető, ugye? Nem csináltak, már volt egy evezős csatorna, és akkor ott, ott, fog, ott fog megtörténni ez az egész történet. Viszont épült náluk autópálya, aha, Hát ez, az mondjuk nagyon jó dolog. Az autópálya az egy, az egy csodálatos dolog, viszont tehát azzal így egybevetve, amit így mondtok, hogy mennyi, mennyi szempontból problémás a dolog, az, az, azzal, azzal akár egyet is érthetnék, nem tudom. Fogalmam nincs hogy mi a hozadéka egy ilyennek, de, de az, hogy hogy eddig, eddig kb. az összes olépja veszteséges volt, az, az, az egy eléggé riasztó. Az egy eléggé riasztó ügy, akárhogy is nézem. Na mindegy. Állítólag az olimpia előtt egy héttel még, még a párizsi főpolgármester is megváltozott a folyóban. Na most, hogyha ez megtörtént már, akkor mi újság volt a, a, azzal a termékkel, amit így beleengedtek így jó pára? Hadd kérdezzem meg, odaért? Tehát, hogy a foglalkozás elérte célját? Tehát, hogy így körbevette a rengeteg csomag, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam. Mert ugye volt ez a, ez a bolykott, hogy, 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 belekakilnak a párizsiak. Na, a cikket olvasom addig tovább. Vannak sportolók, akiket nem, győzött, nem győztek meg az eredmények. <coughs> Ha bár hivatalosan tisztának minősítették a folyót, vannak sportolók, akik továbbra is félnek a fertőzéstől. A holland olimpikon Sharon van Ruvendal például igen sajátos módon készül az olimpiára. Azt tervezi, hogy a verseny előtt néhány nappal elkezd antibiotikumot szedni a hasmenés megelőzésének érdekében. Jean Lehár egy francia triatlonos hasonló véleményt fogalmazott meg. Nem csak számomra lesz frusztráló és szégyen teljes, ha nem tudunk triatlon teljesíteni, hanem Franciaország, Párizs és az olimpia, olimpia számára is. Hát nem tudom, én sok sikert szeretnék kívánni az összes versenyzőnek, és ne legyen hasmenésük, és ne úszkáljon körülöttük rengeteg olyan csomag, amit még előtte a párizsiak eresztettek bele a csatornába. Szőrös Hasubágos, jó reggel! <kül> Nehéz meghatározni, mi a veszteséges abban... Ön nehéz meghatározni, hogy azonnal bevételt, azonnal bevételek fedezik a kiadást, mert sokan sydney se hallottak az olimpia előtt, máig beivódott mindenki ez a csodálatos kép, amit akkor ott látott. Évi Fart, jó reggel. Na, hát én, én nem tudom. Nem tudom, ebben nem feltétlenül akarok belemenni, ezt majd ők tudják, aztán, aztán nézzétek az olimpiát, hogyha érdekel benneteket. Viszont egy nagyon fontos kérdés, egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tudjátok-e, és most váltunk, tudjátok-e, hogy ki az a szirti sas? Ismeritek-e szírti sast? Ja. Ö -öm. Amfi? Oké. Okay. <laughs> bocsánat. Bocsánat, bocsánat. Bocsánat, bocsánat, bocsánat. Elnézést. Hát mondom, milyen furcsa neved van. <coughs> Na, ki az a, a szírtisas, nem turai az? Nem, nem, ne, nem, Kaldor, ez nem egy mém nem. Szírtisas egy magyar ember. Egy magyar ember. Szírtisas. Ö, igen. Jó, jó, oké, csak már tudom, hogy voltál itt nem először, és azt nem értem, hogy hogy, hogy sikerült már megint elrontani. Lényeg a lényeg, hogy, hogy is hallottatok-e már? Ki az a szirtisas? Hát azért a neve azért árulkodó, nem? Tehát, hogyha azt mondják nektek, hogy szírti sas valami indiájú teszetek be, vagy valami hasonló. Csőrérő fel lehet -e ismerni? Háprázat, szép nap, hogy jó reggelt, jó reggelt repörnek. Szirtisas Ferencváros Drucker? Végül is ki tudja, nem tudom, lehet-e. Lehet-e lehet, -e. Lehe lehet -e Ferencváros Drucker? Biztos lehet. Na figyeljetek, kapaszkodjatok. Egykor autókereskedő volt, most már sámán. A Tisza Csegei Szellem kastélyban él Sas. Én imádom ezeket az embereket, de tényleg. Volt ugye, volt ugye Magyarországon már Batman, volt, volt olyan ember, aki, aki, autókkal közösült, az autós fantom, voltak egyéb fantomok, nem menjünk most bele. Volt olyan, aki teljes mértékben kivonult a társadalomból, ez is egy nagyon érdekes riportfilm volt, mert nem tudom, hogy ki készítette a figurával, aki teljesen elzárkózott attól, amit így általában így a nagyvárosokban tapasztalunk, meg fogta magát, aztán elköltözött valahova az Isten háta mögé. Level hányas számán nem mindegy. Hát jó a kérdés. Jó a kérdés, nem tudom. Nem tudom, meg kell nézni a karakterlapját. Apropó karakterlap. Srácok, imádtam a D&D-t. Egyszerűen, egyszerűen imádtam a szerepjáték szakkört, ami most csütörtökön zajlott ebből biztos, hogy lesz folytatás. Stuti Fix kicsit nehezen indult, viszont a végére elértük azt, hogy könnyesen röhögtük magunkat. Jó pár olyan szituáció volt, Twitteren meg is osztottam egy-egy pillanatot, ami, ami, amit szerintem érdemes megnézni. Nagyon jól sikerült hozni Lajos karakterét, ugye? úgyhogy lesz folytatás a szerepjáték szakkörnek mindenképpen. Na, szóval visszatérve a, a, a hírre, egykor autókereskedő volt, most már sámán a Tiszacsegély -tisza szellemkastélyban él Szirti Sas. Na figyeljetek, az egykori budapesti autókereskedő kilenc éve ö, érezte először, van benne valami az ősi erőkből. <laughs> Imádom. Tehát hogy, hogy lehet ezt megérezni? Tehát ha én mondjuk szeretnék egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen tesztet végezni, hogy van-e bennem valami az ősi erőkből, az hogy tudom én, hogy tudom én felmérni? Tehát úgy működik, mint egy, mint egy, mint egy DNS vizsgálat, hogy jönnek a, a, a kis pipettával, meg a kis tudom én, ilyen, tudjátok, a kis pálcával belenyomják a szádba, nyálmintát vesznek, és akkor meg, megnézik. Különböző eszközökkel. Ez, 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 hogy, le, hogy lehet ennek a végére járni, hogy bennem van-e valami az ősi erőkből? Nem tudom, van itt olyan közülünk, akiben van valami az ősi erőkből? Hadd kérdezzem meg. Bárki. Akárki. Álljon elő nyugodtan. Aki, aki csak sejti. Aki, aki pontosan érzi, az is, az is nyilván mondja, de de, de aki csak sejti, hogy, hogy benne bizonyára szorult az ősi erőből. Bármi is legyen ez. Van itt olyan köztünk? Szerintem, 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 öö, szerintem én egy kicsit ilyen vagyok, ha lehet, ha, ha, ha most előhozakodhatok ezzel a titokkal, de, de aki horgász és vadász lélek, már annak számít. Egy picit igen? Szerintem szer, szerintem egy picit igen. Vagy, vagy ki tudja, nem tudom, Turai benned például van, nekem a, annyira tudtam, hogy benne van. Benne tudtam, hogy van. Nekem azt mondták, hogy technomágus vagyok. Ú, az olyan, mint a, a, tehát a techno viking. Azt úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen mítikus technóhős. Hat kérdezzem meg. Egy mítikus technóhős. Technomágus. És akkor te is szeded az almát, meg, meg tapicskolod az aszfaltot kőkeményen, ritmikusan? Vagy hogy, hogy kell ezt elképzelni? Technomágus. Technomágus van közöttünk. Van még egyéb mágus? Bárki, aki aki beszórult az ősi erőből és energiából? Na, szóval azt, azt írja a cikk, hogy kilenc éve érezte először, van benne valami az ősi erőkből, és hogy képes együtt élni a szellemekkel. Hát most. Ezt, ezt, nem is értem, hogy, hogy képes együtt élni. Tehát amennyiben a szellemek léteznek, akkor mi is együtt élünk velük, nem? Hát maximum nem tudunk róla, de attól függetlenül az együttélés megvalósul. Azóta a munkakört váltott, egy ideje is as néven sámánként éli a tiszecsegei ember, egykori vai vadászkastélyában életét, amit 2014-ben vásárolt meg. Hmm vadászkastélyban. Nem rossz, nem rossz amúgy. Bár elterjedt a hír, hogy rettegnek tőle a tiszecsegeiek, ők viszont azt állítják éppen ellenkezőleg, nagyon is kedvelik, ha félelmetes lenne, arról itt tudna mindenki. Olyantól származik ez a rémhír, aki sosem járt itt, csak összerakta, hogy sámán szellem, akkor rettegjünk, mint egy zs-kategóriás amerikai filmben nyilatkozta lapnak egy helybéli. Most figyeljetek, mentora szerint a szirtisas szabadsága ereje szárnyalása jelentkezik Tamásban. De várjál, mert most én nem nagyon tudom, hova tennék. Ki a mentora? M mert eddig nem volt, nem volt erről szó, hogy neki mentora is van most. Nem csak ő így egyedül a világ ellen érezte egyik nap fölkeltés, hogy ú, basszus, szorult belém az ősi erőből. Hanem van neki mentora is. Ez olyan, mint a, a, a makkos Hogykai Jedi képző. Lajos az egyik legnagyobb mesterünk, és akkor ő az egyik mentor, vagy hogy kell ezt elképzelni? Miért kell egyáltalán neki mentor? Hát miért nem magától csinálja? Vagy, vagy, vagy azért az ősi erőt azt ugye valahonnan magába kell szívnia, vagy el kell, ki kell mesterelnie azokat a képességeket, ami ezzel jár? Na, szóval a mentora szerint a szirti sas szabadsága ereje szárnyalása jelentkezik Tamásban, ezért kapta a hatalmas madáról a sámán nevét. Na most eljátszok a gondolattal, hogy nekem vajon mi lenne a sámán nevem, tehát hogyha, hogyha lenne nekem sámán nevem, és nektek mi lenne a sámán nevetek amúgy? Ez most nem az, mint ami annak idején Facebookon volt, hogy mi az indián neved, és akkor megtudhattad, mi az indián neved, de begyűjtötték az összes személyes adatodat meg, meg egyáltalán. Tehát ez nem az a szituáció. Üvöltő gumicsirke. Fáradt galamb. Azért az üvöltő gumicsirke azért az nekem jobban tetszik. Az sokkal jobban tetszik. Én tudtam, hogy ez a tisztetsége nem jó város. Mi te félsz a sámánoktól? Hát de alapvetően a sámánoknak az lenne a dolga, az lenne a dolga, hogy segítse ugye a közösséget, gyógyítsa őket, elbeszélgessen vele, mit kiátkozott és akkor összegyűlnek valami rituálé keretein belül érted, ott megbeszélik a dolgokat, és akkor helyreáll a világ rendje, meg mit sikeres legyen a, vadászat, vagy, vagy, elmormolnak egy imát, hogy a nemzeti ösztermelés értéke az meg tízszereződjön, vagy nem tudom, ez lenne a dolguk. Tehát alapvetően ők egy ilyen segítő szándékú emberek, nem? Tehát nem, feltétlenül a harci sámán érted, hogy most megidézott valamit, ami majd az életedre tör. a férfiam, hogy azt vallja, szellemek pedig vannak, ő is tapasztalt már rejtélyes dolgokat a szellemkastélyában, akár csak a párja. Kétszer is volt itt olyan tűz, ami a szellemekhez köthető, mert nekem semmi közöm nem volt ezekhez. Egyszer a kandallóban, ö, egyszer tömlöcben. Na most azért mennyire jó már érted olyan helyen élni, ahol van tömlőc. És gondolj bele, érted? Valaki nem tetszik, a vendég egy picikét rosszul néz, rád leviszed a Aztán ott tartod. Mit tudom én. Ne csináltok ilyet. Mesélte Szirti Sas. Kedvese Lívia. Lívia amúgy az, ö, már az első ott töltött éjszaka megtapasztalhatta, hogy a vadászkastélynak nem csak élő lakói vannak. Na, ez hogyan? A legendák szerint két útja van a Sámánná válásnak. Vannak, akik az őseiktől örökölték, és vannak, akik akiknek a vérében, lelkében van az erő. Na hát. Az ex-autókereskedő. Most, srácok, ezt valaki magyarázza már meg nekem, hogy mi visz arra rá egy autókereskedőt, érted, hogy hogy egyik napról a másikra sámán legyen? Jó reggelt, Citó! Elő Hivatalosan akkor tudnak beszélni a szellemekkel, ha előtte bemindeneznek. Na jó, oké, ezt most én értem, attól függetlenül biztos, hogy vannak még ezen felül is technikák, hogy elérjék azt a fajta tudatállapotot, bár nyilván miért járnál le egy elkaminót, hogyha fölülhetsz egy repülőre is, ahogy azt Feldmár András mondta, annak idején egy bizonyos substanciával kapcsolatban. Na most... Én, én, én nem nagyon értem azt, hogy valaki egyik napról a másikra, érted, autókereskedőként úgy dönt, mert érzi a, a, az ősi erőt magába, hogy most akkor innentől kezdve sámán lesz. Nem nagyon értem, mindegy, nem baj. Ö, azt mondja, hogy, hogy az, az beszéltük, hogy a legendák szerint két útja van a válásnak akik az őserők, őseiktől örökölték, és vannak, akiknek a vérében, lelkében van az erő. Az ex kereskedő szerint ő az utóbbiak közé tartozik. Neki a vérében van. Hát nyilván. Ez mi? Ha már a kettő közül választani lehet, akkor nyilván a vérében van. Csak én azt nem értem, hogy ezek a mágusok, ezek a, ezek a, ezek a, ezek a jósok, ezek a, ezek a médiumok, ezek a sámánok, ezek, ezek mindegyik azt állítja magáról, hogy ő ő ő a legnagyobb, vagy hogy ő ő ő, ő legelképesztő berővel bírő figura. Nem viszont ezekből annyi van, hogy eleve fura az egész történet. Nem lehet, nem nem lehet ennyi legjobb egyszerre. <laughs> Amúgy, amúgy, amúgy igazad van, repördek, hogy nem ment neki rosszul a biznisz, hogyha kastélyra futotta. Amúgy jogos, jogos, mert azért megvenni, autókereskedőként érted egy, egy, egy kastélyt, csak azért, hogy ott sámánkodjál, mondjuk van tömlőc is, azt lehet, hogy bérbe lehet adni, vagy ki lehet adni, vagy nem tudom, ki az, aki beköltözik egy tömlőcbe. Biztos, hogy van ilyen ember amúgy. Na mindegy. Ö, azt, azt mondja emberünk, hogy nálam nincs véráldozat, átok, egyéb hülyeség. Hoppá! Ez már egy modern sámán szerintem, aminek köze nincs a sámánizmushoz. Még az út elején járok, szeretnék gyógyítani, a bennem rejlő ősi energia ebben segíthet. Na most ö... most vettem észre, hogy a cikk alatt egy másik cikk is van, ahogy általában szokott lenni ez az online hírportálokon. Ez pedig az, hogy tíz jel hogy sámán vagy, csak nem tudsz róla. Na most, az elkövetkezendő percekben úgy gondolom, hogy mindenki magára ismerhet, aki, aki, aki már régóta érzi, hogy valami van benne így a, 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 a sámánok ősi energiáiból. Nem tudom, minden esetre ezt most sorra fogjuk venni, ez egészen biztos. Mik a jelei annak, hogy igazi sámán vagy? Mik lehetnek a jelei, ugyebár? Na figyeljetek, itt az első pont az az, hogy úgy érzed, magasabb szinten részt kell venned az emberi tudat formálásában. Hát nem tudom, aki pedagógusnak megy, az. az annak azért van egy ilyen irányultsága, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy részt szeretne venni az emberi tudat formálásában, szeretne valamit adni, hogy ezáltal egy kicsikét, mit tudom én, a nebulók többen legyen, vagy többek legyenek. Tehát euh, én, ezt, én ezt határozottan igaznak érzem magamra. Azt írják, hogy úgy érezheted, mágnesként húz az erő, hogy globálisan tégy valamit az emberiségért. Gyerekek, abszolút, ez. Tehát egy, egy, igazán elhivatott pedagógus, ez kell, hogy érezze magában, én úgy gondolom. <coughs> túl vagy valamilyen traumám. A középkorban úgy állapították meg ki a sámán, hogy ki éli túl a tüzet. A modern korban valami traumát vészelhettél át, gyerekkori zaklatás, baleset, vagy egy hozzátartozó halála hát hozzátartozó halála volt már, a csalámba is beestem gyermekkoromban, tehát lehet, hogy az volt az én beavatásom, hogy beestem a csalámba, vagy belehömbölöttem még gyermekkoromban a mamáiknál a hegyen, tehát lehet, hogy onnantól kezdve vagyok én igazán sámán. Sőt, tulajdonképpen, hogyha visszagondolok, akkor akkor voltak a családban is erre irányuló próbálkozások, például amikor papával bort kéneztünk. Tehát akkor ugye felszállt a meggyújtott kéllapnak köszönhetően egy, egy, ilyen, egy ilyen irgalmatlan, büdös füst, ami hát, hát hogy mondja mindenképpen tudatállapotváltozással jár. Úgyhogy szerintem, szerintem én ezt hoztam. Én ezt hoztam magammal. Tehát lehet, hogy örököltem. A fene tudja. Szabakulnó, no, jó reggel. Remélem, hogy egyszer ö, én is érezni fogom ezt az ősi erőt, akkor fogják itt, a lapátot és szépen elkaparnak hátsó <laughs> Iszéken, jó reggel. Na, szóval, 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 a második pont is igaz lehet. Azt írják a harmadik pontnak, ami azzal kapcsolatos, hogy igazán sámán vagy-e vagy sem, hogy introvertált vagy. Én valójában introvertált vagyok. Ez tudom, hogy furcsa, nagyon-nagyon furcsának tűnhet, főleg, hogy az ember streambe van nem tudom hány órán keresztül a héten, de attól függetlenül szerintem ez, ez jellemző rám. Nincs szükséged rá, hogy gyakran közösségbe menj, mert intenzív energiákat élsz meg egyedül is. Na, ez így van. Főleg reggel. Általában reggel szoktam megélni ezeket az intenzív energiákat, és ilyenkor nem tudok a külvilágra, meg az engem körbevevő emberekre koncentrálni, ilyenkor mogorva vagyok, bumburnyák, és, 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 és olykor, ébredés után kifejezetten bunkó. Valószínűleg, valószínűleg ennek, ezeknek az ősi energiáknak köszönhető a dolog, és, és egyáltalán. Nézzük a negyedik pontot. Olyan intenzívek az energiák? Abszolút. Abszolút. Na, várjál, várjá, jön a következő, azt mondja: Természetben érzed otthon magad. A sámánok kultúrája természet és az ember között mozog, ezért érzed jól magad, jól az erdőkben, hegyekben, óceánparton. Na most, én például az erdőben nagyon szeretek lenni. Nem megyek ki sokszor, Hát azért nem megyek ki sokszor, mert bármikor ide idézem magamnak egy meditációs technika segítségével. Tehát tulajdonképpen bármikor az erdőbe vagyok, akár itthon is, a kis kuckomban. Akár itt. Itt már többször voltam amúgy az erdőben. Attól függetlenül, attól függetlenül a negyedik pont is igaz. Tehát eddig négyből négy. Eléggé nagy valószínűség, mivel tíz, tíz pont van, elég nagy valószínűséggel sámán vagyok. Nagyon érzékeny vagy. Ez abszolút -e igaz. Ez baromira igaz. Fogadd el áldásként, hogy érzékenyebb vagy a világ apró rezüléseire, mint mások. Abszolút. Abszolút, -e? így van, de én, én nem hogy az érzékenységet ö, egyértelműen áldásként ö, ö, értékelem. Legfőképpen azért, mert mivel mivel érzékenyebb vagyok, ezért, ezért a külső impulzusok jobban megérintenek. Vízből mentek a jó reggel. Most már ötből öt. Öd. De fixen sámán vagyok. Fixen. Empatikus vagy. Valósággal átéled mások ö, emberek és állatok szenvedését. Igen. Most, most néztük amúgy újra a Szoba című filmet, nem tudom, hogy láttátok-e, amúgy ö, filmajánlónak jó lesz. Gyakorlatilag arról szól, hogy egy beteg állat ö, hogyan rabolt el 17 éves korában amúgy egy nőt, és ö, és gyermeket nemzet, neki végigbe voltak zárva, nem tudom hány éven keresztül egy aprócska szobába. Borzasztó, amúgy a film, iszonyatosan ö, nagy gyomrost kaptam. Tehát, tehát ez az empátia, ez, ez, abszolút, ez abszolút jellemző rám. Sámáni betegségeid vannak. Wow! Azok a sámánok, akik még nem szólalt, ö, szólaltattak fel cselek, cselekvésre, gyakran lesznek betegek, krónikus fáradtság, lánykor, autoimmun betegségek, üthetik fel a fejüket, gyerekek. Hát ugye meséltem már nektek, hogy van ez a, van ez a problémám. Gyerekek, a hetedik pont is igaz. Kurva élet. Ja, bocsánat, tuti fix, hogy sámán vagyok. Ez, ez tuti. Ez most már egészen biztos. Én kezd, kezdek gyanakodni vibrálóak az álmaid. Na, ez most vajon mit jelenthet? Nagyon életűen és intenzíven éled meg az álmaidat. Van ilyen. Van ilyen. Volt már velem jó párszor ilyen. Abszolút. Abszolút. Sőt, egyszer álmodtam, tényleg, egyszer álmodtam azt, hogy sámán vagyok. És ez most jut eszembe. És amúgy tényleg. Milyen talentes sámán vagy? Nem tudom. Fogalmam nincs. Ezt majd mindjárt kiderítjük. Várjatok. Vibrálóak az álmaid, ugye? szupererőket fedezel fel. Feltűnően sokszor jönnek be a megérzéseid, vagy találod ki, mire gondolnak mások. Az utóbbi az igaz. Az utóbbi az egyértelműen igaz. Na és most kapaszkodjatok, tízes, nem tartozol sehová. Úgy is mondhatnánk, mindenhová tartozol. Hát akkor köszönjük szépen. Egyik társasággal vagy eszmével sem tudsz azonosulni, inkább hidat képezel közöttük. Ez mennyire igaz? Ez mennyire igaz? Én nem, nem tudom semmilyen ide a mellett elkötelezni magamat, és, és, és sose tudtam úgy igazán odaállni semmi mellé. Hát jó, bizonyos dolgok mellé igen, tehát amikor gyerekköcöknek gyűjtöttünk itt a streamen, az például egy nagyon-nagyon jó történet volt, baromira ö, élveztem, kellene majd amúgy csinálni ilyet az elkövetkezendő időszakban. Na szóval vannak azért dolgok, ami mellé oda tudok állni, de, de, de értem, hogy mire gondol a cikkírója. írója, tehát konkrétan azt kell, hogy mondjam, hogy tízből tíz, tízből tíz, fixen sámán vagyok, fixen, fixen az lehet nem is álom volt, hogy azt álmodtad, hogy sámán vagy. Hát ezek szerint nem. Tehát, hogyha tízből tíz igaz rám, akkor, akkor, akkor fixen az vagyok, nem? Végül is. Csak kérdezem. Ö, meséljetek, az elmondottak alapján ti sámának vagytok? Hadd kérdezzem meg, ez egy fontos kérdés, hogy tudjam már, hogy ez most egy ilyen nemzetközi tá sámán találkozó, vagy esetleg még mindig a fogadóra azok átkozni nem tudnak? Hát t tudnék, t nyilván tudnék, de nem, nem, nem szoktam csinálni szabakúnó, mert tudom nagyon jól, nyilván sámánként, most már hivatkozhatok így magamra, az visszaszáll arra, aki küldi az átkot, úgyhogy nem, nem lehet. Nem lehet ám csak úgy átkozódni, de megvan annak a hátránya. Ja, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy megállapítom. Ezennel ma reggel 9 óra 56-kor egy bizonyosságot nyert, hogy sámán vagyok. És ti? <laughs> Neked ki a fő sámánod? Amfi, Mit nem tudom. Nekem nincsen ilyen. Szerintem én vagyok a fő sámán. Hát, ugye, ahogy megszokhattuk ezekből a cikkekből, nyilván nem, nem rakják általában a sámánok a hierarchia aljára magukat. Hát nyilván mindegyik a legtetejére rakja magát, tehát tulajdonképpen én 9 óra 56-kor, ma, ez egy nagyon fontos esemény, akkor ez ez a mai nap, rádöbbentem arra, hogy valójában sámán vagyok. Ennyi. Ti is rádöbbentetek esetleg? Csak hadd kérdezzem meg. A 11. pont, ami a legfontosabb, szereted különböző tudatmódosítók hatása alatt tartani magamat? Nem. Én nekem nincsen szükségem ezekre. Én, én, én már egy upgrade-elt sámán vagyok, nincsen szükség semmiféle szubstanciára, Ö, egyáltalán. Semmire. Hát a kávé az nem az, ugye? Gondolom én. A kávé az csak, csak nem ilyen jellegű szubstancia. A, ja, az a mana a reggeli mana. A reggeli manát meg kell lenni. Hú, Iron Biga, az mondjuk elég gyönyörű titulus. Nem is rövid. Nem is rövid. A nyugalom híve. Hát Lófi, figyelj, most... <hállt> Nem akarnak megbántani, de szerintem te vagy az az ember, és nekem volt már abban, hogy ilyen gyerköceki járt hozzá, semmivel nem lehetett kimozdítani, érted? Abba, abból, a, abból, a, abból a nyugalmi állapotból, amiben 0-24 óráig létezik, de, de de a hanghordozásodból is süt ez gyakorlatilag. Téged nem lehet kimozdítani, ez tuti fix? Hirtelen rádordítanék a sötétbe, úgyhogy nem várod, tudtél fix, hogy az volna a reakció, hogy hm, hát ez mi volt? No csak. Szerintem szerintem a te ö, percenkénti szívverésed száma az, az elmúlt 30 évben az nem változott. Tehát egy ugyanúgy konstans, ö, nem tudom, 70. Körülbelül. Kimondottan nyugodt típusnak tűnsz amúgy. stream tudat módosító, mert itt eszméletlen dolgok mennek. Hát amúgy igen. Most én nem gondoltam volna, én gyanútlanul nekiálltam, érted, fellülni a streamet szombat reggel 9 órakor, és kiderül, érted, 9 óra 56-ra, hogy sámán vagyok. Tessék. Ennyi. De akkor szerintem való, valamilyen szempontból ti is. Tehát azért magunkra ismerhetünk ezekből a, ezekből a pontokból. Nem gondoltam volna, hogy idáig fog fajulni ez a beszélgetés. Tíz jel, hogy sámán vagy csak nem tudsz róla. Gyerekek? Hát na jó van. Oké, ezt is megtudtuk. Nem tudom, lehet, hogy át kéne alakítani. Lehet, hogy át kéne alakítani a csatornát, átnevezni, mit tudom én, kellene valami sámán. Mi lenne a sámán nevem? Valami jó sámán nevet ki kéne találni. De mit? Mennyiben fogja ez módosítani az életemet? Hát biztos, hogy sok van. Biztos, hogy sok van. Hát nem tudom, itt, itt nem tudom, beszélnem kell szerintem a szeretteimmel. Tudja, hogy tájékoztatnom kell őket erről. Főleg, főleg hogy most ez így kiderült. De először magamba kell rendbe rakni ezt a dolgot. Tehát szerintem vasárnap este, nem. Hétfőn, most. Jövő héten, hétfőn úgy is megyünk Horvátországba, lesz majd egy kis idő magamba évedni és, és, ezzel az információval kezdeni valamit, mert, mert én úgy gondolom, hogy kell. Mindenképpen. Tehát ezt meg kell lélnem. Valamilyen módon, ez biztos. Tehát ezek szerint sámán vagyok. Tehát egy, azt gondoltam, hogy mit tudom, 8 igaz lesz rám majd, vagy 7, vagy mit 6, de hogy 10-ből 10 azért az eléggé erős. Akárhogy is nézem. Na jó van, az ember minden nap tanul magáról valamit a fenekén, meg őrület. Szírt is az. Megáll az agyam. Na. Egy jó Patreon-t kíván azért, nem? Ö, átok levét előtt ezzel. Ja, hogy ö, 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 ezt az egészet terjesszük így ki, és ö, csináljunk ilyen különböző lehetőségeket óra. Hát nem, nem feltétlenül. Nem feltétlenül én, én a környezetemet szeretném rendbe tenni. Az, 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 az nagyon sok emberre érted ráférne, akikkel találkozok a mindennap során. Most nem, nem, nem a, a hozzám rettetősen közel álló szeretteimről beszélek, hanem egyéb emberekről. Na, srácok, beszélgessünk egy picit az esküvői költségekről. Méghozzá olyan szempontból, hogy nem feltétlenül arra gondolok, hogy mennyibe kerül egy esküvő manapság. Bár mondjuk ez is egy érdekes téma lehet, de, de, de nem feltétlenül erről az oldalról ö, ö, vizsgáljuk meg ezt a történetet. Nézzük meg egy kicsikét a meghívottak szempontjából. Szerettek-e esküvőre járni? Voltatok-e, most van amúgy az esküvők időszaka, augusztusban szoktak lenni, vagy júliusban, vagy nem tudom, valami ilyesmi, de általában nyáron rengeteg ilyesmi van. És az lenne a kérdésem, hogy hogy hogy, hogy vagytok ezzel a dologgal, szívesen mentek, nem szívesen mentek, hócipőtök tele van vele, nyolcadik esküvőre mentek hamarosan, és ö, nem tudom, hogy vagytok ezzel a kérdéssel, Mi, milyen, milyen élmény egy esküvő egyáltalán. Ö, jó, jó dolog azon részt venni, vagy néha nem jó azon részt venni, attól függően nyilván, hogy milyen. Ö, nyilván mindenkinek a saját döntése, hogy mondjuk szeretne megházasodni. Tehát ez, ez, ezt úgy gondolom, hogy hogy ezt, ezt így ki lehet azért mondani. Hát legalábbis a legjobb esetben igen. Szerettek-e esküvőre menni, vagy, vagy a hátatok közepére se kívánjátok az ilyesmit? Én nem vagyok az a nagy esküvőre járó típus, őszintén szólva. Eleve, eleve a baráti köröm, mint olyan, az egy nagyon-nagyon szűk pár ember, ott, ott meg azért nincsen minden nap esküvő, tehát ez egészen biztos. Tavaly volt a sajátom. Na, tessék. Na és Inkább nem beszéljünk róla. Hát most figyelj, ez most engem nem fog megakadályozni. Én erre fölkészültem ma, úgyhogy ö, szép meg jó, ö, de elmarad a sámán dobolás. Hát végül lehetne sámán esküvőt csinálni amúgy, mindenki ilyen ö, különböző állati eredetű bőrökbe beöltözve, dobokkal, stb. Mindenkinek lesz egy saját dobja, nem kezdenek art hívni, költségkímélő, stb. Tehát azért vannak, vannak, vannak ha most így belegondolunk az esküvő során ugye költségek, viszont ö, hogy mondjam? Ami szerintem érdekes ebben a, ebben a témában az az, hogy ö, a meghívottakra jelentős anyagi terhet ró vagy róhat ö, ez az esemény. Most nyilván van olyan, van olyan esküvő, ami, ami, ami során direkt felhívják a, a meghívottak figyelmét, hogy nincsen szükség, mit tudom én, ajándékokra, nem lesz táncoltatás és nem kell bedobni valamit, érted, a, a, a persejbe, és a többi, és a többi, és a többi. Mindenki csinálja úgy, ahogy ugye szeretné, meg egyáltalán biztos, hogy van erre többféle forgatókönyv, meg, meg, meg lehetőség. Attól függetlenül biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok köztünk, akik, akik kicsit úgy vannak már az esküvők, hogy jaj, de jó, megint irgalmatlan mennyiségű pénzt ki lehet dobni arra az estére gyakorlatilag. Én nem szeretek, amikor utoljára voltam, vennem kellett öltöny, cipőt plusz nászajándék. Na most ez mennyibe kerül így összesen? Körülbelül. Mondjuk már egy összeget, hogy a nászajándék, meg a, a, az ezzel kapcsolatos felkészülés, az az, az mennyi lehet? Olyan, mint a 200 ezer forint? 150-200. Aha. Na most azért ez nem egy, nem egy kis összeg. Na most szerintetek elvárható ez mindenkitől? Hadd kérdezzem meg, nektek erről mi a véleményetek? Most, hogyha ha, ha nekem esküvöm lenne, biztos, hogy nem várnám el ezt mindenkitől, hogy, hogy ennyivel meg annyival érted szájának. Ez nem nagyon, nagyon fura nagyon, nagyon fura történet. Jó, persze nyilván vannak szokások, és, 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 egyáltalán. Tehát, hogyha mondjuk engem meghívnának érted esküvőre, akkor, akkor nyilván, nyilván úgy jelennék meg, ahogy, 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 az illik. Öltöny, cipő, ing, zakó, mit tón, stb. Rendben van, viszont... Viszont tuti fix, hogy, hogy nász ajándék is lenne. Ugye ez itt a kérdés, hogy, hogy hogy álltok ez az egész történethez. Ha egy sima esküvőt nézünk, ott van például az ajándékba adott pénznek a kérdése. Na most... Ezt, ezt valójában azért adjuk, ugye, hogy, hogy a, 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 a párt segítsük az elindulásban, vagy, vagy, vagy hogy, hogy, hogy milyen, milyennek a háttere? Vagy vagy esetleg az esküvő szervezési költségét egy kicsikét enyhítsük, vagy hogy, hogy van ez? Valószínűleg, valószínűleg ez, ugye? És akkor várjatok, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ott van a, a, a lánybúcsú, meg a legénybúcsú. Tehát annak is vannak ugye költségei, bárhogy is nézem. Vagy ott van, ott van a megfelelő ruházat, cipővásárlása, vagy vagy ruházat bérlése, hogyha nem akarod megvenni. Adott esetben szállást is kell fizetned, hogy mondjuk ott aludjál, hogy ne az legyen, hogy mit tudom, én, 10 óra eltelik, és akkor utána ülhetsz az autóba, és akkor nem vagy ott végig kajapia esküvőn kapásból 25-30 ezer között, esetleg szállás plusz 15 ezer, és akkor még nem történt semmi. És ez a 15 ezer, az nem is olyan sok amúgy. Ghost. Az, az még nem is olyan sok. Na, akkor kezdjük. <gül> <gül> Amfi. Mi hat emberre nyomtuk le az egészet, nálunk a ruha gyűrű helyszín egybe volt 400 ezer, ezek mellett elvittem a kettő tanút, illetve a kettő segítőnket kajálni, legyen Ö, még az is egy erős 80 ezer. Ö, rokonok jól ki voltak akadva az egészen, hogy senki nem volt meghívva, még a szüleink se direkt. Mamám apukám anyukája rendesen elsírta magát, hogy nem lehetett ott, nem volt ö, se lány, búcsú, se ö, ö, legény. Ö, nézd, ö, én azt gondolom, hogy ez, ö, ez, 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 egy, ez egy olyan történet, hogy amennyiben őket előre tájékoztatátok erről, hogy ez így lesz, akkor ö, nincsen semmi probléma. Vagy legalábbis ö, nem kellene, hogy legyen probléma. Most. Ö mindenki úgy szervezi, meg úgy csinálja ezt a történetet, ahogyan az neki jól esik. Tehát legyen is úgy, érted? Tehát alapvetően arról a két emberről szól, hogyha esetleg mint arra vágynak, hogy elmenjenek nyaralni egyet, és akkor valahol majd mit tudom, összeadják őket, tök mindegy, hogy hol, mondjuk egy ilyen polgári procedúra kellős közepén, vagy közepette, akkor, akkor szinte nincsen az a semmi probléma. Aki meg hagyományos esküvőt szeretne, idézőjelbe véve hagyományosat, hogy, hogy lagzi, meg mit tudom én, minden, azzal sincsen semmi gond, nyilván mindenki úgy csinálja, hogy szeretné. Most kb. 35-45k egy főára szervezésben, ennyi, ennyit kb. illik visszaadni per fő. Aha. Na jó, csak... Hogy mondjam, ez egy nagyon furcsa történet, hogy hogy ennyit illik visszaadni, hogy te is fogalmazol. És félreértés is ne essék, hogyha, hogyha, esküvőre lennék hivatalos, akkor persze nyilván én is, én is így gondolkodnék erről a történetről, hogy, hogy, hogy annyit azért dobjunk be a mennyasszony tánc során, vagy nem tudom, vagy ajándékként, vagy, vagy bánom is, én nem tudom. Viszont, Viszont olyan, olyan fura ez a kényszer, nem? Tehát, hogy hogy ö, ö, érted, gyanútlanul ott állsz, mit tudom én, egy lakásfelújítás közepette, ami rengeteg időt, energiát és pénzt ö, mondjuk feltételez, és akkor egyszer csak meghív a haverod, hogy ö, te figyelj, akkor jövő hónapban esküvő. Érted, és akkor nézel, érted, mint, mint, mint Jenő a hegyen, és akkor ez a... Ez a ez a, ez a 150-200 forint, amit Breezer Game is írt, nem biztos, hogy abban az esetben mondjuk úgy a részedről kiadható, és ez úgy, ez úgy, ez úgy azért érzékenyen érinti az embert olykor. Ha? Nem? tém téma, hál' Istennek már túl vagyok rajta. az igen. És ez ekkora nagy para, hogy négyen vagytok a családban, nyilván nem muszáj visszaadni, de illik, amit fogyasztasz. Pe persze, hogy ne. Mondom, én, én hangsúlyozom, én ezzel egyetértek, tehát, hogy amit, amit, megeszel, meg, 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 meg amennyibe gyakorlatilag kerülsz, hogy ott vagy, az, az minimum. Az minimum illik visszaadni, csak valójában ez egy kényszer is lehet. Na most persze nyilván hallottam olyanról is, meg, meg, meg vannak ilyen nagyon-nagyon extrém szituációk, tehát, tehát extrém esetben mondjuk az úti cél ö, egy komplet nyaralás ö, árát érted várják el a, a meghívottaktól az úti cél szempontjából. Tehát itt tudom én, ö, nagyon furcsa lehet, hogyha mondjuk azt mondja valaki, hogy hát én a Maldív szigeteken szeretnék esküdni, és akkor hát ott várunk benneteket, hát köszönjük szépen nagyon, akkor akkor nekünk érte ki kell utazni meg egyáltalán. Tehát ez olyan, ez olyan, ez olyan furcsa történet bárhogy is nézem, amennyiben nincsen utazhatva mondjuk az emberek jelentős része. Tehát azért hogy mondjam. Tehát például egy ilyen esetben el lehet várni azt, hogy tegyük fel, Madagaszkáron lesz az esküvő, és hát akkor megadják érted a Madagaszkári címet, és akkor oda kéne kiutazni. Ez elvárható bárkitől is? Hát én azt gondolom, hogy nem nagyon. Vagy, vagy hát nem tudom. Aha, tehát ilyen para is volt belőle, Amfi, hogy azóta sok rokon már nem keres, emiatt mondjuk annyira nem sírok. Tehát, tehát konkrétan, konkrétan megsértődnek az emberek. Persze az emberek sértődékenyek tudnak lenni amúgy. Ö, én nem tudom, tehát, hogyha, hogyha mit tudom, én lenne nekem ö, egy, egy. Mondjuk a legjobb barátom azt mondaná, hogy figyelj, házasodni fogok. Nem nagyon szeretnénk sok embert, azt szeretnénk, hogy ott legyen a menyasszonynak a, 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 mennyasszonynak a, a, a az édesapja, az édesanyja, esetleg a testvére, és nálam is így lesz ez, akkor, akkor, akkor én ezen nem akadnék ki. Tehát most ez, ez most miért, miért, jön nagy probléma, hogyha valaki így akarja ezt az egészet? Pont tegnap voltunk helyszínt nézni, 128 fős esküvőnk lesz. Azt, <kül> Jézus Mária, Mary, mert de mit vállaltatok? Ki lett számolva kaja, egy fő 35 ezer forint lesz, de mi úgy vagyunk vele, nem várjuk el mindenkit, hogy teljes mértékben fizesse vissza a kaja árát, mert uh, tudjuk, vannak olyanok a társaságban, akik nem tehetik meg, de mi szívesen várjuk. Hát írgalmatlan, írgalmatlan, írgalmatlan. Arról nem is beszélve, hogy mennyi pénzt lehúznak azok a, azok a szervezők meg. Na, szóval persze van velem eló essék de azért irgalmatlan összegek röpködnek. És ebben az egészben az a számomra megmondom őszintén furcsa, hogy, hogy, hogy konkrétan egy este, egy este alatt irgalmatlan mennyiségű pénz elmegy, ami, ami, amiből hát mennyi videókártyát lehetne venni. Na, ne, viccet, viccet félretéve, de, 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 értitek, hogy mire gondolok. Tehát, hogy ez az egész, ez egy este. Tehát tudom én furcsán állok amúgy a, a, a költésekhez, ezzel tisztában vagyok, tehát én alapvetően azt szoktam nézni mindig ilyen nagyobb költ, költések esetén, hogy az, amire én elköltöm a pénzemet, az, az mennyi időn keresztül okoz boldogságot, vagy vagy milyen módon jobbítja az életminőségemet, vagy, 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 mi, az a, mi az a pozitív hozadéka, ami, ami, ami után, vagy annak figyelembevételével érted az ember így mérlegel, hogy, hogy, hogy ez megérje, vagy sem. Tehát általában így szoktam hozzáállni a költésekhez. Mit tudom én például egy jó tévére, nem, ha, nem sajnálom a pénzt, azért, mert tudom, hogy a kedvenc filmjeimet, meg azokat a filmélményeket, amiket majd a későbbiekben évek során, mit tudom én, szerzek, azokat azon fogom nézni. Tehát legyen jó a képminősége, legyen jó a hangja, mit tudom én, stb. Vagy ahogy egy gamer PC-re az ember nem sajnálja a pénzt, mert tudja nagyon jól, hogy egyrészt az a streameléshez kell, másrészt meg ugye olyan játékélmények lesznek, amik amik, amik, amik nyilván folyamatosan pozitív élményeket fognak szerezni olykor. Tehát Na, értitek, hogy mire gondolok? Vagy mondjuk egy jó fejhallgatót megvenni, mert mondjuk azon fogom hallgatni a zenét, ami nekem kimondottan fontos. Vagy mit tudom, én sorolhatnám még. Vagy mondjuk vásárolni egy jó háztartási eszközt, mondjuk egy jó porszívót, mert amúgy is tele van az embernek a töke azzal, hogyha takarítani kell, viszont, viszont az legyen már egy olyan porszívó, ami, ami tényleg jó. Értitek, hogy mire gondolok? Arról nem is beszélve kaldol. Fotós, videós 600 ezer, DJ 300 ezer. 600 ezer? Ja, hogy a ja, 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 fotós megavideós. <coughs> uh -huh. Dekoros, 200-300 ezer a helyszín. Há, hát mondjuk 400, mm, 3-400 ezer, mit tudja, zenekar, hogyha valaki húzza ott a talpalávalót. Aha, itt vannak költségek bőven. Elég szépen, igen, elég brutális árak vannak. Hát hogyne, hogyne. Hát figyelj, hogyha két, két millió alatt megúszod, akkor művész vagy. Ez biztos. Az vagy, 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 nem tudom, akkor, akkor valamit nagyon ügyesen csinálsz. Na, szóval érdekes ez az egész történet. De kicsit kanyarodjunk vissza arra, hogy a meghívottak szempontjából milyen egy ilyen szituáció. Tehát például egy meghívott egy esküvő során, amikor meghívják, mondhatja-e azt például, hogy lehet-e azt mondani, illik-e azt mondani, hogy, hogy ne haragudj, de, de, de nekem nincsen pénzem az esküvődre? Illik ezt mondani szerintetek? Hadd kérdezzem már, meg nektek erről mi a véleményetek? Mondhatja valaki azt? Mondjuk meghívnak, nyilván tudod, hogy ez költséggel fog járni, illik, de legközelebb nem hívjuk. Legközelebb. ról, olyan szempontból vizsgáljuk a, 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 az esküvőket, hogy meghívottak szempontjából. Tehát például illik -e azt mondani, hogy, 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 hogy ne a ragudjál, most nincsen, nincsen pénzem erre, nem tudok elmenni. Most nyilván én azt gondolom, hogy visszakézből azt fogja mondani az illető, hogy semmi probléma, attól függetlenül várunk szeretettel. Én legalábbis biztos, hogy ezt mondanám. Tuti fix. Igen, illik, ezt mon, ö, mondani. Ö, mi sem mentünk el egyre, mert nem volt rákes. Aha. Aha. Ja, jó, jó, oké, oké. Ö, jogosan vetődik fel a kérdés, hogy, ö, és, és hogyha ilyen szempontból nézitek, már szerintem sokkal érdekesebb a történet, hogy miért teszünk anyagi terhet a barátaink nyakába. Tehát ö, adott esetben. Ö, én úgy gondolom, hogy rengeteg szervező, akik mondjuk úgy döntenek, hogy összeházasodnak és megszerveznek egy ilyen, egy ilyen eseményt, azért kalkulálnak azzal, hogy, hogy mennyi, hogy mondjam, ajándék érkezik, ami, hogy úgy mondjam, a föníciaiak ajándéka, tehát magyarul pénz, hogy egyszerűen fogalmazzunk. Tehát azért ezzel valamilyen szempontból azért kalkulálnak, viszont viszont, viszont tényleg miért teszünk anyagi terhet a barátaink nyakába? Ez itt, ez itt egy fontos kérdés. Mi, miért alapoznak érted a, a, a párok arra, hogy az esküvő költsége többé-kevésbé majd megtérül mondjuk az ajándékokból? Hm? Ez, olyan, ez, ez olyan furcsa történet nekem. men figyelj, én azt gondolom, hogy ezen nem kell csodálkozni. Tehát ö, jelen, jelen ö, gazdasági helyzetben, hogyha valaki ezzel a válaszsal gurít, szerintem az, az azon, azon, nem kell csodálkozni. Egyáltalán. Gabriel Wolf, köszönöm szépen a 14. hónapot. Szép hétvégét neked is. Köszönöm szépen még egyszer. Szóval, szóval Miért, miért, miért teszünk anyagi terhet a barátaink nyakába? Az nem nem úgy lenne felvégső sorol, hogy, hogy úgy szervez valaki meg egy ilyen eseményt, hogyha nem folyik be semmi az égegyat a világon, akkor is, akkor is akkor is mondjuk tudja állni a cehet. Tehát alapvetően szerintem így kéne neki indulni. Aztán persze nyilván, hogyha, hogyha, hogyha érkezik ilyen jellegű ajándék, akkor az egy jó dolog, de elvárni szerintem azt nem lehet a meghívottaktól, hogy majd ők finanszírozzák ezt az egész történetet. Tudom, hogy nagyon furcsa, de, 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 de azért határozottan így látom a kérdést. Aztán, aztán, hogyha van ö, ezzel kapcsolatban ellenvetés, mondjátok nyugodtan. Szerintem, ha nem nagyon közvetlen rokon testvér, vagy valamelyik szülőházasodik, nyugodtan lehet mondani, hogy nem mészel és kész. Végül is, ha miért nem mondhatnád? Nem hagytam abba, Killerby. Nem, nem, azt már mondtam nektek sokszor, én a tanítást sose fogom abba hagyni, vagy hát a stream mellett biztos, hogy nem fogom abba hagyni, ez a két dolog, ez szépen kiegészíti egymást. Nem egyszerű a kettő együtt, attól függetlenül ez nekem így teljes, úgyhogy nem, 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 egyáltalán nem. Szeptembertől kezdek én is ugyanúgy, ahogy a többiek. Bunkóságnak számít-e nem elmenni leánybúcsúra, vagy legénybúcsúra anyagi okokból? Tehát egy-egy ilyen hétvége akár 100-150 ezer forintba is kerülhet, amúgy pár résztvevő, hiszen menyasszony vagy vőlegény nyilván nem fizet ilyen esetben. Mert hát azt, ö, ezt jó tudom? Amúgy, hogy egy legény búcsú esetén, nem tudom, nekem sose volt legény búcsum, tehát fogalmam nincsen, ö, egy legény búcsú esetén a, a legény az nem fizet, ugye? Hát vonár, abszolút. Én külföldre jártam dolgozni, hogy ö, ezt meg tudjam valósítani, és én mondtam is mindenkinek, hogy senkitől nem várok el pénzt. Pont ez jártam ki, hogy ne az legyen, hogy többekre hagyatkozva reménykedjek, hogy meg legyen a pénz az esküvőre. Sok mindenkinek mondtam, hogy ö, én nagyon örülök egy privát ajándéknak is, ö, vagy egy egyedi készítésű ajándéknak, amit ő csinál nekünk. Merímen, ez, ez tök jó, meg, meg, ez, meg, meg ez szerintem egy helyes hozzáállás tehát a magam részéről ezt, ezt erre itt tekintek. Viszont, viszont én, 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 azt gondolom, hogy nem sokan nézik így ezt a, ezt a, ezt, a, ezt a dolgot, és pont arról beszélgetünk, hogy, hogy, hogy a meghívottak szempontjából mennyire feredjen egy ilyen történet, és na most azt azért elmondom, hogy most mi például hivatalosak vagyunk egy esküvőre, itt, itt, itt azért teljesen más a, a helyzet, meg, meg, meg nem ezért beszélgetünk erről a történetről, tehát félreértés ne essék. Ott azért, ott azért, máshogy nézik azok, akik meghívtak minket, mint általában, ahogy az szokott lenni. Tehát félreértés ne essék. Tehát ott tartottunk, hogy bunkóságnak számít -e nem elmenni leánybúcsúra, vagy legénybúcsúra anyagi okokból. Tehát meghívnak érted, nagyon jó barátja vagy az illetőnek, de, de mondjuk azt mondod, hogy, hogy, hogy figyelj, ne haragudj, nem tudok elmenni ezért. Ez bunkóság vajon? Anyag jó, megválaszolt, emiatt nem tudsz elmenni, ez nem bunkóság. Aha. Hm. Nem tudom, én, én, még sose voltam, vagy voltam legény búcsú? Nem, nem voltam szerintem. Nem voltam. Nem, nem. De mondom, nagyon-nagyon szűk az a réteg, akik, akik így meghívnának az esküvőjükre, vagy, vagy hasonló. Ez olyan fura is amúgy mondjuk munkai környezetben, ez, ez eszembe jutott. Én találkoztam már olyannal, hogy hogy kirakta az illető a meghívót, és mindenki meg volt hívva a, a, a tantestületből. Én ezt olyan, én, 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 furcsának találom őszintén szólva, mert, mert euh, tehát eljátszok a gondolattal, mondjuk nekem, nekem tegyük fel esküvőm lenne, biztos, hogy, 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 a kollégáimat nem hívnám meg. Nem azért, mert nem szeretem őket, tehát félreértés ne esik, de az egy munkai környezet, teljesen más a nexus. Vonár, pont, de, de higgadjál le, nyugodjál meg egy kicsikét. Pont, pont erről beszélgetünk, hogy, 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 hogy szerintem nem. Szerintem nem bunkóság egyáltalán. Tehát értemese például a meghívóra ráírni, hogy, hogy mennyi pénzt illik adni. Honnan tudja az ember, hogy mennyit illik adni? Hát mondjuk... Nyilván a saját elfogyasztott dolgait azért illik fedezni, tehát ebből azért már ki tudunk indulni, de, de azon felül illik adni valamit például? Tehát mondjuk tegyük fel, 40-50 ezer forintba került a te etetésed, itatásod, mit tudom én, a rádeső költsége mondjuk a szervezésnek, és, és akkor azon felül még illik adni? Vagy hogy van ez az egész történet? Fogalmam nincsen, csak kérdezem. Sirius gott köszi a követést! Ha valahol való bunkóság, mert egy legény búcsúra általában a kemény mag, Na végre van egy ellenérv is. Valahol bunkóság, mert egy legény búcsúra általában kemény mag megy, nem mindenki, aki, aki, aki férfi a legény búcsúra. Aha. Na most uh, igen, és, és, abban az esetben, amikor az illetőnek nincsen erre mondjuk kes, uh, cash, akkor, akkor, akkor miért nem mondhatná azt, hogy figyelj, ezt most nem engedhetem meg magamnak. Hát? Nem tudom, én csak gondolkozom, fogalmam nincsen. Tehát mondom, még nem hívtak legény búcsúra, ha jól emlékszem. Ja, még a kávét nem ittad meg. Hát figyelj, hogyha előbb, előbb kezd, lehet, hogy kiderül, hogy sámán vagy. De erre most nem utalok vissza. Bocsánat. Erről korábban beszélgettünk. Na a lényeg a lényeg, hogy, hogy fura ez az egész történet nekem, és, és ezek mindig azért pattannak ki a fejemből, amikor, amikor, ilyenekről gondolkozok, és gondoltam, megosztom veletek, mert, mert valahogy, valahogy, időről időre így, így gorcsó alá szoktam venni, amikor így nem tudom, ülök és gondolkozok a világról, hogy, hogy azok a szokások, amiket így az emberek így tolnak, és, és van egyfajta koncepciójuk ezekről a dolgokról, mondjuk hosszú évek során bejáratott dolgok, meg vélekedések, akkor, akkor azokat, hogy én mindig úgy, úgy, szeretem megkérdőjelezni, de, de a leg, legalapvetőbb ilyen dolgokat is, hogy miért úgy történik. Aztán persze általában találok rá valamiféle, hogy mondjam, valami, valami, valami magyarázatot, vagy, vagy bármi ilyesmit, Hát, Amfi, ilyenre meg biztos, hogy nem fognak hívni, bár most, hogy kiderült, nem tudom. <coughs> minden esetre, bocsi, minden esetre, minden esetre érdekes szerintem erről a kérdésről gondolkodni, főleg azért, mert ez most már igen csak az, az esküvőknek az időszaka, mert általában ilyenkor szokott lenni. Ezt értem, hogy miért nyáron tartják? De miért, miért, nyáron tartják, amikor mindenkire rárohad érte a, a szép ruha, meg az ünneplő gúnya, meg az érettségi öltöny meg mit tudom én. De miért nyáron kell lesz? Miért nem mit tudom, ősszel? Az olyan szép, mint a levelek esnek, fotósnak jó dolga van, szép a környezet, jók a fények, mit tudom én. Én nem, nem, nem is értem. Miért nyáron tartják ezeket? Miért pont nyáron? Mert, mert, mert azért zakóba, ingbe, érted, megdög lesz hosszú nadrágban, mert rövid nadrágban nem mész oda egy esküvőre nyilvánvaló okokból kifolyólag. Hát miért, nyáron csinálják ezt? Mi, ennek az oka? Miért pont nyár? Mert akkor mindenki ráér, vagy mi? Az ősz az elmúlás, miért akkor tartják? Hát de szép az ősz attól függetlenül. Meg most az, hogy a természetben elmúlás van, az, az, miért kellene, hogy hatással legyen arra, hogy, hogy, hogy mit tudom én, a kedves eddelti mit éreztek? Hát most érted, hogy mire gondolok. A tavasz az a legjobb. Na tessék, a kótval a tavasz. Az is, az, is egy, az is egy, tök jó. Az, az, is ilyen esküvői szezon? Fogalmam nincsen, nem tudom. Decemberben. Na tessék, tessék. Általában fél évvel hamarabb tudja, hogy lesz legény szerintem tudnia kéne, hogy lesz egy ilyen esemény, szóval tudna ráspórolni, szóval szerintem is bunkóság, amúgy azt visszamondani. Na most Oké, okay, oké, okay. ebben az esetben, tehát egy, egy ilyen szenárió esetén, amit Merimen ír, én azt gondolom, hogy, 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 hogy másként vetődik fel ez az egész szituáció. Persze, ha fél évvel előbb tudja, akkor nyilván el tud erre különíteni egy összeget. Ez, ez, ez És szerintem alapvetően jóval előtte érdemes meghívni az embereket, hogy, hogy tudják, hogy ez mondjuk így be fog következni. Tehát, mit tudom én, egy két három héttel előtte meghívni valakit, nem biztos, hogy a legoptimálisabb szituáció. Évente két-három esküvőre vagyok, hivatalos, 100, 500 euró között adok, ö, külön ajándékot soha nem adtam. Amúgy attól függetlenül szerintem nem is feltétlenül. Ö, ö, adnék én se olyan jellegű mennyasszonyi, vagy mi ez, ajándékot, ami, ami, vagy esküvői ajándékot, ami mondjuk ilyen háztartási cikk, mit megkapják a 8. kenyérpirítót, vagy a 12. turmix gépet, érted? Most ez utána meg látod, érted a, a, a Facebook Marketplace-en, hogyha nem rejted el ismerősök elől, meg, meg a, a, a jófogáson a 820. robotgépet. Tehát persze, persze, persze. Amúgy, am, ebben, ebben, Mr. Görénynek szerintem határozottan igaza van. Tehát, hogyha. Tehát ez, ez se egy optimális szituáció minden esetben, mert ha valaki mondjuk napról napra él, az nem fog tudni összerakni, meg elkülöníteni erre mondjuk összeget. Tehát valaki egyszerűen nem engedheti meg magának. Ez van. Hm? Bármikor adható ajándék a mosoga mosogatógép, arra senki se fog megsértődni. Hát, de hogyha három mosogatógépet kapnak, Érted? Az, az se jó. A jobbak leírják, hogy mit kérnek. Spirallem úr, igen. vaszus és erre nem is gondoltam, hogy akár erről is beszélhetnénk. Na most ez, ez számomra rettenetesen furcsa. Tehát amikor mondjuk úgy hív meg valaki a, a, az esküvőjére, hogy, hogy ekkor és ekkor lesz, és az ajándéklista lista meg itt van, lesznek lesztek szívesek erről választani. Mi? Na azért, azért nem tudom. Tehát persze, persze én, én értem, és nem, nem sértődnék meg egy ilyen, nem, mert értem a koncepciót, hogy miért van ez, hogy ne legyen egy, egy 13. két készlet, vagy, vagy akármi. Ö, vagy ne legyen négy mosogatógép. Oké, okay. ezt is értem, de ez, ez nem tudom, olyan furcsa. Olyan furcsa, én biztos, hogy nem csinálnám. hogy Hát akkor itt van ez a kis lista, húzzál be róla valamit, hogy, hogy, hogy te, te melyiket hozod majd. Nem tudom, ezek olyan furcsa dolgok, és olyan kényelmetlen szituációk tudnak ezek lenni, szerintem. De akiről ezt tudod, ö, azt úgy hívod meg, aha. Ja, de igen, igen lehet, ezt, lehet, ezt, lehet ezt, értelmesen csinálni, biztos vagyok benne. Csak, csak pont azért beszélgetünk erről, mert nem mindig történik ez így. Nem mindig történik ez így. Amúgy, amúgy, úr, ja, amúgy, amúgy, igen, hajlamos vagyok, hajlamos vagyok ezzel egyet érteni, mert azzal, azzal, biztos, hogy, azzal biztos, hogy tudnak kezdeni valamit, tehát abból megvehetik a, a mosogatógépet is, vagy akár a, a, robotgépet, hogyha arra van szükségük, csak, 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 mégis furcsa, hogy ott áll érted előtted valaki, a, aki valamilyen szempontból biztos, hogy fontos a számodra, meg akarod hinni, és akkor átnyújtasz egy listát, hogy, hogy mit vegyen neked, az olyan, Na, hogy mondjam? Olyan, olyan fura, fura, fura nekem egy kicsit. Mindazonáltal tényleg értem, hogy miért, miért történik a dolog. Tehát persze, tehát megvan ennek a, a szépsége, meg megvan az oka, meg, meg logikus is, csak az, hogy az, hogy te valamit így elvársz, még nem, nem történt semmi, de már elvársz valamit, hogy neked valaki valamit vegyen, csak azért, mert te úgy döntöttél, hogy mit tudom én, összekötöd valakivel az életedet, az olyan, az olyan na, értitek, furcsa, furcsa. De amúgy kell, mármint kötelező volt már úgy, hogy valaki eskül, hogy nem vitt semmit, se pénz, se ajándékot. Hát nézd, én nem voltam még úgy. Én nem voltam még úgy. Vagy amikor kicsi voltam, akkor nyilván a szüleim is hasonlóképpen hozzájárultak ugye a, 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 a Valamilyen ajándékkal, pénzzel, stb. mennyi a szonytánc, akármi. Tehát én is ezt láttam, nyilván. Mm -hmm. Furcsa. Furcsa. Akárhogy is nézem, furcsa. Ja, hát ezt, ezt azt hiszem, hogy átbeszéltük ezt a történetet. Egy sokkal könnyedebb és emészthetőbb téma lesz, amire átnyergelünk most, és és, és biztos vagyok benne, hogy, hogy vannak olyanok, akiket érint. Vagy bevallják, vagy nem vallják be, minden esetre a következő téma az lenne, hogy tetszhet-e más, hogyha kapcsolatban vagy. Nagyon furcsa és érdekes történet ez. Valahogy, valahogy, érdekes ez az egész dolog, és, és volt-e esetleg veletek már ilyen? Nasi, jó reggel, szervusz! Tehát tegyük fel, ö, beleszerettél egy lányba, vagy egy pasiba, vagy, 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 vagy bármi ilyen szituáció van, és egyszer csak megismerkedsz valakivel, aki nagyon tetszik. Lehet, ö, lehet esetleg ö, Ilyen abban az esetben, hogyha az ember fülik szerelmes? Lehet-e, lehet lehet, hogy mondjam, egy ilyen szituáció az, az megvalósulhat egy mindent elsöprő szerelem esetén, vagy ez teljességgel kizárt? Mit, mit, mit gondoltok -e erről amúgy? Az nem engedélyköteles, hogy kitetszik és mikor. Végül is, végül is érthető. Hát, szíriusz, igen, szokták ezt így mondani, de úgy gondolom, hogy azért ez egy kicsikét mélyebb ennél. A lelkileg kapcsolódik máshoz is, úgy, hogy tetszik, és nem mind barát, akkor az nagyobb megcsalás, mint hogyha megcsókolná. Na, na tessék. attól, hogy külső vagy belső tetszés. Én direkt nem mondom. Miért ne? Addig uh, még nem lesz megcsalás. Aha. Tehát, hogy uh, az, hogy valaki megtetszik, nem igazán uh, egy tudatos döntés szerintem. Ez általában csak uh, úgy megtörténik az emberrel, nem? Vagy, 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 uh, vagy ez lehet akár tudatos, hogy már pedig nekem ő aztán tetszeni fog Nem hiszem. Nem hiszem, hogy így vagyunk bekötve, nem? Hogy, hogy elhatározzuk, hogy, hogy most el fog hatalmasodni rajtunk egy olyan érzés, hogy ez a másik, azt tetszik. Gondolom én. <tosz> ez egy ilyen, ez egy bekövetkező szituáció. <tosz> én és a feleségem együtt szoktuk nézni a nőket is, meg a faszikat is, kinek miért tetszik, vagy miért nem. Ennyi ki van be. Ö, aha. Érdekes. Érdekes. Én úgy gondolom, hogy abban az esetben valósulhat ez meg, amit te írsz, amikor kialakul egy ilyen egy, egy, egy kimondottan erős szövetség, és egy nagyon-nagyon egy bizalmas kapcsolat, és, és, és egy olyan kapcsolat, amikor ugye a másikban teljes mértékben megbízol, és kiépül egy fajta. Olyan, ö, olyan bizalmi ernyő, ami, ami, ami gyakorlatilag bármilyen bármilyen viszontagságtól érted véd titeket. Na most ebben az esetben azért simán, simán lehet egy ilyen szituáció, és ez szerintem tök jó, Ez szerintem tök jó amfi amit a mutyírs a rúzsaszín ködös szerelem egy-két év, de 5-8 után az már nem az. Tetszett valaki, pasik vagyunk, gondolhatom az utcán, hogy jó a segge vagy szép az arc, de lelkileg nem kapcsolódnék máshoz se, hogy túl jó dolgom van. Na most, ö... tudod, én, én, én ezzel, a, ezzel, a, ezzel a mondattal, ez mindig mindig úgy megüti a fülemet, hogy ö, pasik vagyunk. Ez olyan, ez olyan, olyan hogy mondjam. Tehát, arra gondolok ezzel a történettel, hogy attól még, hogy, 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 pasi vagy, nem mehetsz túl bizonyos határokon, és, és, és azért, mert vannak evolúciós reflexeid, és, és minden áron érted, tovább akarod örökíteni a génjeidet, és, és bárki, aki szembe jön veled, gyakorlatilag ösztönösen felméri néhány ember úgy, hogy, hogy megfelelő partner lenne azzal kapcsolatban, hogy hogy tovább tudja franchise-olni a génjeit. Na most ilyen szempontból azért szerintem ennél már azért erőrébb kellene, hogy legyünk így hogy mondjam így, így társadalmilag és, és erkölcsileg és, és egyáltalán. Tehát ez, ez mindig, mindig úgy megüti a fülemet, hogy ha hát, izé, tíz hát, pasi vagyok, hát megnézem. Persze, nyilván megnézés és megnézés között is, ugye nyilván van különbség. Lehet azt nagyon diszkréten, lehet azt rettenetesen prosztó módon, meg lehet irgalmatlan bunkón is. Tehát tehát nyilván van különbség, mert nem nem mindegy, hogy ezt az ember hogyan és miként. Tehát 13 éven ős vagyok, mégis van két barátnőm. Na igen, ö, megcsás nem is kerülhet szóba, írja Kada. Attól függetlenül, ö, tudod, ez egy, ez egy olyan kérdés, hogy... Ö, hogy, ö, hogy hogy erre végül is a párod hogyan reagál. Tehát ez egy másik kérdés, hogy, hogy te hogy vagy, vagy ezzel a dologgal, és hogy mit gondolsz erről, és mondjuk teljes mértékben tisztában vagy azzal, hogy nyilván ebből semmi ilyesmi nem lesz, de mondjuk lehet, hogy adott esetben mondjuk ez zavarja érted a másik felet. Benne van a pakliban. Az is lehet, hogy nem mondja, hogy zavarja, de lehet, hogy zavarja. Lehet, hogy, lehet, hogy, lehet, hogy, lehet, hogy, egyáltalán nem zavarja, megbízik benne. Tehát több, több variációs a történet nem vagyok nagy nőcsábász, de beszélgettem más hölgyekkel, és hiába tetszett külsőre, annyira nem érdekel a mondandó, hogy rendesen kellemetlenül éreztem magamat a beszélgetés közben, és leléptem. Sima ügy. Sima ügy. <coughs> Na most, honnantól ö, számít például bunkó dolognak az, hogy valaki mondjuk megnéz valakit? Tehát hogy lehet bunkón megnézni valakit? Tehát mi, 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 annak a... a, a, a tehát honnantól számít annak? Most nyilván az, hogyha, hogyha, hogyha ránéz érted egy, egy, egy kiváló génállományú ö, hölgyre valaki, és fölordít érted a bevásárló központ ö, ö, kellős közepén, hogy azt a micsoda futóbűbe van annak a hát most na, szóval ne, nem, is akarom, nem is akarom folytatni, akkor, akkor, nyilván arra az ember elítélően fog nézni, hogy hát azért ember basszus, egy kicsikét szed már össze magadat, ne legyél, ne legyél ilyen süttyó. Nyilvánvaló. Viszont mi az a határ, ami még, ami még úgy kb. belefér? Ja, Ja, biztos vagyok benne, Tamara, biztos vagyok benne, de szerintem, szerintem ez rám nem is jellemző amúgy. Akkor Bunkó, nincs rajtad napszemüveg? A tippek és a trükkök, ugye, Kaldor? A tippek és a trükkök, az igen, a napszemüveg, mi? Egy olyan, egy olyan napszemcsi, ami nem lehet látni, hogy hova nézel, ugye? Á, értem én. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Hm. Amikor konkrétan bámulja, nem csak megnézi. Aha. Most, most nézzétek, tehát én azt gondolom, hogy ezen egy csaj se húzza már föl a szemöldökét, hogy mondjuk mennek a, 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 a pasival a bevásárlóközpontba, és akkor elhalad mellettük egy, 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 egy kimondott a jócsa, és akkor hogy mit odafordul, néz egyet, aztán utána már vissza is. Tehát ez, ezen szerintem Kár felhúznatok magatokat csajok. Aztán, aztán, nem tudom minden esetre, minden esetre én például sokszor kapom azon magamat bárhol is megyek a, 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 a városba vagy itt ott, hogy egyszerűen nézem az embereket folyamatosan vizsgálom, figyelem, stb. Ez nem, nem, azért van, mert hogy, hogy irgalmatlan csecseket akarok látni, meg, meg mit tudom én. Tehát nem, 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 erről szól a dolog, hanem egyszerűen arról szól, hogy figyelem, hogy mi történik körülöttem. Figyelem, hogy, hogy az emberek hogyan viselkednek, de függetlenül attól, hogy most csajról van szó, vagy pasiról. Tehát, hogyha valami érdekes dolgot csinál valamelyik faszi, vagy mit tudom én, úgy közlekedik, mint a, a, a Monty Pythonból a Hülye Járások Minisztériuma ö, sketch során, akkor, akkor, nyilván arra is fölkapom, a, a vagy, vagy, az, is, az is odavonza a tekintetemet. Abszolút. Tehát nem feltétlenül azért nézgelődik az ember, mert olyasmit akar látni, hanem egyszerűen csak néz. Néz ki a fejéből, vizsgálja a körülötte lévő világot, próbálja befogadni azt valamilyen módon. Szabek, köszönöm szépen a követést. Én is megnézem a nőket előbb, mint a férfiakat. Na, hát egy abszolút. Ez az érzelmi intelligencián múlik. Nyilvánvaló. Nyilvánvaló, és, és azért nyilván, hogyha valakit szeretsz, akkor nem szeretnéd annak kitenni, hogy folyatod a nyáladat valamelyik másik ott lévőre. Tehát ez azért, hogy mondjam, egy kicsit olyan csücskös. Nem, nem biztos, hogy a legjobb hozzáállás. Ö, én azt nem értem, amikor egy csaj például ezt, ö, ezt az ilyen viselkedés mondjuk eltűri, mert ilyet is láttam már. Tehát, hogy megy, megy, a, megy a faszi ö, kézen fogva a csaja, láttam már ilyet, és, és elhangzott a következő mondat. Ö, ott volt mellettük a pasinak az egyik cimborája, és konkrétan a csaja kézen fogva, Ö, mentek, és közben a két pasi mustrálta a nőket. Tehát én nem, nem, nem is értettem a dolgot, és, ö, és elhangzott, hogy oda néz, milyen segge van annak a gárénak. Na most ö, én, ezt, én ezt nem igazán tudom hova tenni, és, és a csaj egyből néztem a reakcióját, hogy vártam volna, hogy esetleg megszólal, de, de még csak még csak ügyet se vetett rá. Tehát valószínűleg ez egy, ez egy megszokott viselkedés volt az úri embernek kevésbé sem nevezhető ö, hím részéről. Na most ö, nem nagyon tudom hova tenni ezt a történetet. nem a nézéssel szokott probléma lenni, hanem azzal, amikor már szemezgetés is kezdődik, meg ilyenek, az elég gáz. Jó, persze az, 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 megint egy másik történet, de, de alapvetően azért is beszélünk erről, mert szerintem azért hozzákapcsolódik amúgy ez a témához, bárhogy is nézem. sok mai kapcsolat eléggé felületes és prostók az emberek, amit mondtál, szerintem ez a kategória. Persze, ezt csak azért hoztam fel példának, mert, mert, mert ilyen is van. Olyan is van, és jellemzően sok ilyet lehet látni, hogyha ezt a, ezt a szituációt nézzük, hogy a, 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 a csaj még akkor is felhúzza a szemöldökét, meg akkor is ö, tesz pár... Ö, hát hogy mondjam, pikírt megjegyzést a, a, a faszira, amikor szerencsétlen barom, nem, már hogy a, a, a pasi, ö, nem is nézett oda, vagy csak bámult, vagy bambult ki a fejéből, és egyáltalán ö, egy másik bolygón van konkrétan abban, abban a pár másodpercben, és ö, és ez mondjuk szerintem olyan, olyan rész szokott lenni, mert, mert valójában szerencsétlen nem tehet semmiről. Ilyet is láttunk, nem egyet, nem kettőt. Én egy esetben éreztem magam nagyon rosszul, amikor buszon mellettem egy hölgy rajzolgatott tableten, és véletlenül rajta akadt a szemem, vagy öt percig a rajzon. Mr. Görény, erről nekem eszembe jut az, amit én rettetesen szoktam utálni, amikor mellém ül valaki a buszon, és azt nézi, hogy én a telefonom mit írok, vagy mit csinálok a telefonomon. Megmondom őszintén, egyszer, egyszer úgy döntöttem, hogy na jó, van, elég volt, ez, ez távolsági buszon volt amúgy. Egy idősebb néni ült le mellém, amivel alapvetően nincsen semmi probléma. Ott van az ülőhely nyilván. Tartsuk meg az 50-50 százalékot, -50 érted, hogy kinek mennyi jut ugye, egy boxban lehetősége arra, hogy létezzen. És, és, és az figyelgette, hogy én a telefonomon mit nyomkodok. Én... Én az ilyen ilyentől falra mászom, megmondom őszintén. Senkinek semmi köze ahhoz, hogy én mit írok a telefonomba. Ö, ilyenkor lehet többféle dolgot elsütni. Ö, egy, egy, egy jó messenger beszélgetés közben meg lehet írni azt, ha már úgy is olvassa érted, és még a szemvegét is fölveszi, hogy nézze azt, hogy mit írok, Ö, hogy egy néni folyamatosan nézi a telefonomat, miközben írok neked. Tehát érted, ilyeneket el lehet sütni. Én egy kicsikét drasztikusabb megoldást választottam. Én, én, én megmondom őszintén, én, én, én elindítottam a pornhábot. De csak azért, hogy vegyem már észre magát. És így egy pillanatra, hogy meg is ugrott. Már bocsánat, de, 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 de serious, én nagyon szeretem ezeket a megoldásokat, mert, mert a fene egye meg, de tényleg. Hát mi a francot nézi az én telefonképernyőmet? És, és, megmondom őszintén, így elkezdtem nézni egy darabig, és így ránéztem a nénire. Na, azért ilyet, nem tennék, Viktátor. Azért, hogy mondjam, az, az már túlzás. Az már túlzás. <kül> és még a feltételezés is dehonestáló rettenetesen. Na, viszont, viszont ott, ott, megtörtént az, hogy, 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 szerintem kapcsolt a néni. I, igen, Five straight. Igen, igen. Tehát megtörtént az, hogy, hogy, hogy kapcsolt a néni, és akkor be tudtam zárni azt, amit, amit megnyitottam. Nem tudom. Ezt, ezt nem tudom, hogy annak számít-e. Ilyen jellegű probléma nem történt. Ö, minden esetre bőven elegendő volt ahhoz, hogy a néni egy kicsikét kapcsolja, hogy haló. A telefon az egy privát szféra. Nem nézegetjük érted. Tehát, most én vagyok az a típus, aki egy tömött buszon, hogyha valaki mellett áll, mit tudom, hogy ott van hogy egy csaj, nézegeti a telefonját, meg meg pörgeti az Instát, meg irogat valakinek, meg mit tudom én, és mondjuk így kellene állnom, és ebből a szögből, ahogy normálisan áll az ember, pont rálátnék a telefonra, akkor fölveszek egy ilyen, egy ilyen poszt, hogy, hogy véletlenül se gondolja azt, hogy én az ő telefonját nézem. Mert van, van bennem egyfajta szociális érzékenység, hogy nem csinál ilyet az ember. <kül> de most nem. Dávid Goku, köszönöm szépen a követést, és Style neked is köszi, és köszi Szabeknek, meg Spirallem úrnak is. Köszi, köszi. Szóval nekem betekintés gátló fóliám van, 25 fokos szögből már nem lehet belenézni, imádom. Wow! Az igen. Tehát a fóliára fóliát rakni, vagy vagy várjál, akkor most, Amfi, hadd kérdezzem már meg. Tehát tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, mint egy, ö, egy védőfólia, egy védőfólia, ugyanazt a funkciót látja el, mint egy védőfólia, csak nem lehet oldalról nézni. Mert amúgy ez nem rossz. Ez nem rossz. Ez határozottan nem rossz. Ez amúgy érdekes lehet. Aki mondjuk sokat tömegközlekedik, azoknak, azok, azoknak mondjuk jó lehet egy ilyen, egy ilyen szituáció. Vagy egy ilyen eszköz arra, hogy ne nézegesse már más a telefonomat, miközben érted, mit tudom én, megyek a buszon. Tud, az, is egy, az, is egy, érdekes szituáció, amikor mögötted ül valaki, és akkor mit t -t így, így ül, és akkor egyből rálát, érted? Tehát egy fura oldalról már nem lát, be, teljesen elsötéti a képet. Tudom, mert nekem is felugrott ez TikTokon reklámnak amúgy. 45 fokos betekintési szögből teljesen fekete. Nem rossz, nem rossz. Igen, ez egy Shield Up nevű fólia, ha még Pécsen laksz, be, ott lakok, igen, bejössz az üzletbe, és teszek fel neked is. Köszönöm szépen, nagy. <laughs> Piereddes, vagy. Hát akkor figyelj, le, lehet, hogy fogunk találkozni. Bár, bár megmondom őszintén, engem annyira nem érdekel az hogy, az, hogy nézik a telefonomat, csak amikor már hosszú időn keresztül, akkor ez kimondottan zavar. Mint ahogy az előbb említett szituáció során is. Na, de kanyarodjunk vissza amúgy a, 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 a témánkra, ami pedig az lenne, hogy tetszhet-e más, hogyha kapcsolatban vagy. Mm tetszhet -e nekünk például egyszerre több ember anélkül, hogy, hogy bármelyiktől is szeretnénk bármit is? Tehát ez, 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 ez például felvetődik még, mint, mint, mint kérdés. Akkor lesz igazából szerintem érdekes a dolog, hogyha közben az ember párkapcsolatban van. Ilyenkor, amit szerintem érdemes megvizsgálni, érdemes-e bűntudatot érezném. Kell-e, hogy bűntudatot érezzen az ember akkor, ha mondjuk jó pár éve egy jó párkapcsolatban van, minden rendben van, tegyük fel, és megértitek egymást. Persze nyilván van, vannak konfliktus, de azt rendezitek, építitek a kapcsolatot, működőképes a történet, jól érzitek magatokat benne. Viszont mondjuk megtetszik valaki, akkor, akkor neked bűntudatot kell érezni? Kell vagy nem kell vagy vagy, 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 vagy vagy mi van ilyenkor? Én házas, ha büntetőt érez, akkor ott már baj van. Aha. De de de, de figyelj, mondjuk tudja nagyon jól, hogy mit te tetszik neki az a csaj, mit? T... Figyelj. Mondok, mondok egy, jó, egy egy egyszerű példát, jó? Párkapcsolatban élek, jó a párkapcsolatom. Nagyon, nagyon rendben van minden, szipi-szupi. Jó? Ez most egy tökre életszerű példa így az esetemben. Egyszer csak megyek, megyek a Pécsi árkádba, és elsétál mellettem, érted, ö, 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 Scarlett Johansson, aki, aki azt mondja nekem, hogy, te figyelj, nem, Jennifer Lawrence, Jennifer Lawrence, aki... A, aki Rossz példát mondtam, várjál. Baráti társaságban egyszer csak megismerkedek Jennifer Lawrence-szal. Ott ül, ő is izé, tűz fölött sütögeti aki szalonnáját, érted, csöpögteti a zsírt, érted, a kenyérre, együtt csináljuk ezt a tevékenységet, baráti társaság, és akkor megismerem ott Jennifer Lawrence-t. Jennifer Lawrence nagyon aranyos, mit tudom én, nekem mondjuk tetszik. Ö, innentől kezdve kell nekem rosszul éreznem magamat? tudom, hogy nem akarok tőle semmit. Érted? Hogyha ott félre hívna, és azt mondja, hogy ide figyelj, cica, mindjárt ledobom a textilt, és bemegyünk oda susnyásba. Ö, és mondjuk, és mondjuk erre nem lennék mondjuk vevő, azért, mert párkapcsolatban vagyok, ö, akkor ennek ellenére ö, nekem rosszul kell éreznem magamat? Tehát, hogy, 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 úgy, lenne, úgy lenne jó, hogyha én rosszul érezném magamat? Vagy, vagy hogy van ez az egész történet? De, de mondjuk nem csak szép, hanem mondjuk aranyos is. Tehát, hogy, 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 tajad, hogy, hogy jó fej, vagy, vagy ö, jó a szövege, vagy jó poénjai vannak, mit tudod, egy lehengerlő személyiség, vagy mit tudom én. Vagy <laughs> megbeszéljük sztori után. Na, ö, de, de, most komolyan. Tehát akkor nekem rosszul kell éreznem magamat? Én tudom, hogy nem akarok semmit Jennifer Lawrence-től. Valószínűleg ő sem akar tőlem semmit, de hogy, hogy tényleg nem akarok semmit Jennifer Lawrence-től. De mondjuk tök aranyos lenne, ott aranyosan elmosolyodik, meg, meg, meg aranyos dolgokat mond, miközben csöpögteti a szalonnáról a zsírt a kenyérre. Ö nincs valami szitkomos szabály, hogy a híres ember nem megcsalás? Nincsen kaldor. Nincsen kaldor. Futnék az asszonyhoz engedélyt kérni. <laughs> És ezt megadná? Az érdekes, amúgy. Szerintem, ha asszonynak elmondanám, hogy Daniéknál meghúztam Jennifer ahol ezt még meg is dicsérne, és adna egy pacsit. De vagytok. Ah, értem. Szájkodák írja, ha nem akarsz tőle semmit, akkor rosszul kell érezned magad. Oké. Okay. Aha. Ha mondjuk, ha mondjuk flörtöl velem, és nem állítom le, akkor, akkor igenis érez magad rosszul. Aha. Ja, végül is ebbe, 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 van ráció. Igen, ezzel mondjuk egyet tudok érteni. Mernék nem egyet érteni. De attól függetlenül tényleg, tényleg egyet értek vele. Viccet félretéve. Ö... Hát ez is egy olyan, olyan, olyan... Hát nem tudom, tehát én olyan böszme vagyok, de, de, de viszonylag nehezen tudom eldönteni, hogy honnan számít valami flörtölésnek. Hogy ez is olyan, olyan, dolog, aminek a határát nyilván azt fogja megmondani, aki ideges, meg mérges rád egy ilyen szituációban, és, és honnan számít flörtölésnek valami. Honnan kezdődik a flört? Ha valaki mondja már meg. Hát, tehát, ne haragudjatok. Szerintem mondhatom ezt, srácok, nem? Vagy így, így, a nevetekben. Ne? Nem szoktam senkinek a nevébe se beszélni, de, 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 pasik az még ilyen szempontból. Bárhogy is nézem. Jó, biztos, hogy van, aki nem. És, és, és abszolút, tudja, hogy, hogy mettől merre, meddig és hány méter. Biztos. Biztos, de, 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 amikor megfogja a vállad, az már gáz. Hát de lehet úgy is förtölni, hogy nem fogja meg a vállamat. Érted? De ez, ez egy ilyen fura dolog. Nem tudod, hogy hol hon, honnan kezdődik a flörtölés. És az a baj, hogy aki emiatt téged felelősségre von, az így önhatalmulag választja meg azt, hogy már pedig az flörtölésnek minősült, és te nem állítottad le. Hm? Azt tudjuk, turai, azt tudjuk. <laughs> Ja Istenem, előd! Ja Istenem! Szevasz, kopteres! Na szóval, szóval, ott van a szituáció, ülünk a tábor tűz körül, csöpögtetjük a szalonnáról a kenyérre a zsírt, és Jennifer Lawrence azt mondja nekem, mit tudom én, hogy hogy, hogy, de milyen jó fej vagy, milyen, milyen aranyos vagy, az már flörtölés. Segítsetek! Nem gondolom, hogy bármikor is elő fog fordulni ez a szituáció, de, de fontos, hogy megértsük ezt most, vagy hogy megértsem. Felhív szobára, leoltja a villant, és rálök az ágyra, ebben a helyzetben még nem lehet biztosra menni. <laughs> lehet csak barátkozik. Kaldor, mindenki máshogy barátkozik. Én, én azért egy ilyen szituációban már gyanakodnék. Tehát eleve, eleve az, hogy felhív magához. Tehát euh, én nem biztos, hogy felmennék. Még, még, még Jennifer lawrence sem? Szia, Rose, jó reggel! Honnantól számít flörtölésnek? Valaki mondja meg! Nem tudom, jöjjön egy szexuálpszichológus, vagy, 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 vagy bárki, aki a, a, a női és a férfi lélek nagy ismerője, és, és tudod, valaki mondja meg! Mondja meg! hosszú szemkontaktus, az már flörtölés. De mi van, hogyha én nézek valakit, és csak bámulok ki a fejemből, velem annyiszor megesik, nem feltétlenül azért nézem, mert akarok tőle valamit, hanem csak nézek ki a fejemből. Mint egy, mint egy egysejtű, egy eukarióta. Tehát egy, érted? És ha kancsad, ez is jogos. Istenem. Honnan számít valami flörtölésnek? Mi a flörtölés? Várjátok, ezt... Azt most komolyan mondom, kell az internet. Flörtölés. Na, olyan oldalak is kijöttek, ami, ami, a, amiről nem akar. Mit mond a Wikipédia? A flört, angol eredetű szó, jelentése, szerelmi játék. Játékos, könnyed udvarlás, illetve ennek elfogadása. Hoppá, a flörtölés olyan társad, társasági per szexuális magatartás két ember között, amely játékos kommunikációval, valamint testbeszéddel a másik személlyel való mélyebb kapcsolat iránti érdeklődést fejezi ki burkoltan. Hát köszönöm szépen, nagyon. De hol vannak a határok? Ezt nem fogjuk tudni megmondani. Nem köszönöm szépen, Larger Life, van nekem jobb programom is, köszönöm helyzetfüggő. Hát, hát ez az, ez az. Mondják ezt azok, akik, akik majd ezt eldöntik, érted? hogy honnantól számít flörtölésnek. Fogalmam nincsen. Én, én csak próbálok normálisan viselkedni, meg egyáltalán. Most <laughs> Rajszlin, hello, és köszönöm szépen a második hónapot. Nem bántam meg ezt a feliratkozást, csak itt köszönöm szépen nagyon. Köszi, köszi. Ezt már mondtam a múltkor, tök aranyosakat írtatok a, a, a közösségtalival kapcsolatban. Köszönöm még egyszer. Szóval lényeg a lényeg, hogy, hogy szerintem ez nem feltétlenül élesen behatárolható szituáció, hogy honnan kezdődik a flörtölés, mint olyan. Most gondoljatok bele, ha hogyan? Hogy lehet ezt meghatározni? Nem lehet ezt meghatározni normálisan. Jó, vannak olyan szituációk, amiről egyértelműen süt, hogy az hogy az. az. Tehát, hogyha tényleg fölvisz valaki érted szobára, és ráburít az ágyra, akkor, akkor kezdjél már el gyanakodni, basszus. De, 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 de értitek, hogy mire gondolok? Na szóval, szóval ö, hogy érdemesebb bűntudatot érezni, így itt tartottunk, ö, ha mondjuk, mondjuk valaki tetszik, és, 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 tudod, hogy nem akarsz tőle semmit, akkor is érdemes bűntudatot érezni? Szerintem nem. Szerintem nem, de aztán nyugodtan vitatkozzatok, de, 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 de szerintem nem. Na ez, 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 viszont, ez viszont szerintem egy tök jó hozzászólás, és így viccen kívül tényleg. Ez a határ mindenkinél máshol van, azért fontos a kommunikáció. Ja, oké, okay. Oké, okay, ezt tökre értem, és, és, és egyet tudok vele érteni, és valószínűleg itt lesz valahol az igazság, csak az a probléma, hogy ez a, ez a határ, ez dinamikusan változik. És, és igen, vannak emberek, akik ö, ezekben a kérdésekben nem tudnak olyan ügyesen lavírozni. Itt vagyok, itt vagyok például én. Ö, tehát, hogyha, hogyha például azt mondják nekem, nem tudom, nem tudom, milyen példát mondjak amúgy erre, szia anyu! Hát jó, 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 én ezt értem, ezt értem, de hol, hol kezdődik el maga a flörtölés? Érted? Tehát, hogy ezt, ezt vizsgáljuk most. Na szóval, lényeg a lényeg, hogy, hogy ha, ha mondjuk állunk a konyhába, tegyük fel, állunk a konyhába, nem tudom eldönteni érted, hogy most ö, ö, meddig erre hozom a példát. Ha azt mondják nekem, hogy mit tudom én, ö, hámozzá meg ö, krumplit az ebédhez. Most mondtam valamit, jó, hülye példa, de jó lesz. Akkor, akkor én nem tudom, hogy abból mennyit kell. Nem tudom, hogy mennyit kell belőle. Fogalmam nincs, mert nem tudom, hogy mennyi kell az ebédhez. Én csak hámozok, 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 hámozok. Nem tudom, hogy meddig terjed a történet. Tehát ameddig azt nem mondja valaki, jó van, elég lesz, addig én hámozok. És csak hámozok és hámozok. Ez ugyanez a szituáció. És ha nyitott vagy, és barátságos, hogy mindenkivel, nemtől függetlenül, akkor miért kell rögtön azt gondolni, hogy flörtölsz? Na, ez, ez, is egy, ez is egy kimondotta jó hozzászólás, mert, mert valójában, hogyha baromira kedves és nyitott és barátságos ember vagy, ahogy azt te is írtad, akkor, akkor ezt annyian félre tudják érteni, hogy az valami elképesztő. Pedig csak normál, normális módon próbálsz meg viselkedni érted embertársaid, de próbálsz pozitív lenni, meg, meg aranyos, amikor éppen úgy hozza kedved. Nem kell mindig annak lenni félreértés nehesség, ha éppen tele van a hócipőd a világgal. Viszont, viszont, viszont ez rengetegen félre is érthetik. És akkor innentől kezdve elindul egy ilyen, egy ilyen gumizás, hogy akkor most hogy volt meg, mint volt meg, egyetek ki, hogy értelmezte meg, mit, és ott van a konfliktus, érted? De akkor a párod is tudja ezt, hogy mindenkivel ilyen vagy. Persze, hogy ne? Persze. Persze, itt viszont szerintem tényleg a legfőbb kérdés az az, hogy, 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 hogy adott esetben neked kell-e bűntudatot érezni egy ilyen szituációban. Vagy mondjuk el kell, el kell mondani a partnerednek, hogy. Tehát el, el kell esetleg mondanod a partnerednek, hogy ilyen érzéseid vannak mondjuk valaki iránt hogy nagyon-nagyon kedvesnek, még nagyon-nagyon megkapónak találod a személyiségét. Ha? Vagy ezt titkolni kell? Hogy, hogy, a, hogy, a, a, hogy, az etikus? Tehát hogy, hogy kell eljárni egy ilyen szituációban? Szerintetek. Egyébként annak, aki párkapcsolatban él, annak semmiképp nem szabad, hogy beleférjen a flört, ö, ö, akár munkahelyi. Szerintem ezzel hatalmas baj nincsen, ameddig érzések és tettek nem társulnak hozzá. Ö, ha belefér, akkor viszont mindegy, hol a határa a flörtnek. Hát jó, csak az már egy vékony jég. Az már egy vékony jég, szerintem. Egyébként egyszer már üvöltött velem a buszon nemese, hogy én mit flörtölök vele, pedig csak hozzáért a táskám, ebből adódóan a flörtölés relatív. Jó, jó, most azért emesét, akit Pécsen egy mentálisan sérült egyed, és rengetegszer lehet vele találkozni, amúgy a buszon, őt, őt azért ne vonjuk bele ebbe a diskurzusba, mert abszolút semmi köze hozzá, és nem feltétlenül úgy érzékeli szerintem már a valóságot, Amiben közösen megegyeztünk, mint mondjuk te vagy én. Tehát ott azért, ott azért elcsúsznak a határok, és egyáltalán. Attól függetlenül, ha már a határok elcsúszásánál vagyunk, szerintem, szerintem tényleg megegyezhetünk ebbe, hogy mindenkinél máshol van ilyen szempontból a határ. Ha párod egy, egy féltékeny állat, akkor nem mondd el. Hát de, de, figyelj, az a probléma ezzel az egész történettel, én, én, én például nem tudnék egy olyan, egy olyan ö, ö, kapcsolatban létezni, ahol, ahol, egy ilyen folyamatos és állandó féltékenykedés áll fent. Tehát engem az olyan szinten idegesítene, hogy két dolog miatt idegesítene, hogy egy, miért nem találtam olyas valakit, akinek egy kicsikét több önbizalma van, ez az egyik, másrészt meg, meg, meg rám nézve is furcsa lenne, hogy mi a francia nem bízik ez bennem. Ha én azt mondom, hogy hogy, 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 én ezt a kapcsolatot akarom, akkor akarom. Kész, jó napot kívánok. Köszönöm szépen. Nem, nem nincs, nincs izé, nincs kérdés. Tehát, tehát akkor bízom már meg bennem annyira. Értitek? Tehát, hogyha, hogyha az én párom folyamatosan ezzel ezzel traktálna engem, hogy, hogy ilyen féltékenységi rohamokkal támad, ahogy azt amúgy nem teszi, akkor, akkor valószínűleg egy idő után nagyon-nagyon betelne a pohár, és azt mondanám, hogy na jó, van, akkor hagyjuk ezt a történetet. Fölöslegesen nem kell generálni a feszültséget, mondjuk én konfliktus kerül vagyok, plusz a feleségem elég lobbanékonyan féltékeny típus. én, azt gondolom, és most nem, nem, nem akarok senkit megsérteni, hogy alapvetően ez a féltékenység, mint olyan, az abból származik, hogy az embernek nincsen egyfajta önbizalma. Tehát, tehát lehet, hogy érdemes ezen dolgozni a későbbiekben. Jó reggelt, Maxi Disrespect, szevasz. De általában a féltékenység egy irracionális érzésből fakad, és nem lehet sokszor meggyőzni a másikat, illetve a másik felett arról, hogy nincsen semmi. Az lehet, az lehet, de attól függetlenül a probléma fennáll, és ez a, ez a gáz az egészbe. Na, szóval ott tartottunk, hogy el kell -e mondani a partnernek, hogy ilyen érzések vannak egy, valaki irán. Én azt gondolom, hogy, hogy hogy el, végül is, viszont viszont nagyon kell figyelni arra, hogy az ember hogyan és miként fogalmaz. Mert, mert, mert itt, itt szerintem néhány megfogalmazás vagy néhány szófordulat végzetes lehet, úgyhogy, úgyhogy gondoljuk át ezt előtte. Nagyon-nagyon alaposan is, és a végletekig, hogy mit szeretnénk mondani, mert, mert, a lófügy rosszabbik végén állni sose jó, főleg akkor, hogyha az ember nem úgy gondolta, hogy az kijött a szájá, viszont, viszont félreértéseket el lehet kerülni. Tehát mit tudom én, hogyha én megismerkednék egy baráti társaságban, mitől én, egy csaja, aki nekem tökre szimpatikus, akkor, akkor valószínűleg ezt elmondanám, és mondjuk lehet, hogy lenne arra igényem, hogy hogy adott esetben hárman találkozzunk, és elmenjünk, mit tudom én, egyet valahova magunkat jól érezni. Teljesen teljesen, teljesen optimális, érted? Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy attól az illetőtől valamit akarok, érted? <coughs> Hát nem, én nem, nem tudom, nem tudom, Sirius, hogy ez egyértelműen kielenthető-e. Én csinyán szoktam bánni ezekkel a megfogalmazásokkal, tehát amik, amik ilyen általános nagy következtetéseket vonnak le így a, a, a világról, meg ilyen kérdésekben. Mindig ugye van kivétel. Adott esetben például, hogyha valaki így mondjuk szimpatikus lesz, tegyük fel, tegyük fel az jelenti, ö, vagy jelentheti azt, hogy ö, mondjuk nem szereted eléggé a párodat? Tehát, hogy ez feltétlenül, ö, feltétlenül ö, magával vonja ezt a dolgot, vagy esetleg, ö, vagy esetleg nem. Hotti, jó reggelt, szevaz. Hát azért nem hiszem, hogy ez itt a jó megoldás, mármint az, hogy elmondjuk. Mert miért? Hát a kommunikációs mert mi, ha nem, akkor abból szerintem sokkal nagyobb problémák lehetnek. 13 éve vagyok a párommal, ö, én mindig elmondom a tetszik valaki, nyilván nem úgy, ö, hogy de, aha, hanem például de szép arca van annak a csajnak, stb., Ja persze, tehát olyan, olyan szempontból, hogy mentek az utcán, és, és vizslatjátok azt, hogy milyen világ vesz titeket körbe, és hogy milyen emberek élnek benne, és hogy azok éppen mit csinálnak, az szerintem tökre érdekes. Mondom, én is megyek az utcán, folyamatosan az embereket nézem. Most egy kicsikét más szituációba vizsgáljuk a dolgot, mint amikor egy baráti társaságba találkozol az illetővel, és akkor azt, azt érzed, hogy mi milyen normális rendes. Aha, ja, 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 értem. Na jó, de, de nem úgy tetszik. Vagy, va, va, vagy úgy. Aha, nem tudom. Ja, mondjuk, mondjuk ez igaz. Ez, ez, ez mondjuk igaz. Lehet, hogy ez, 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 félreértésekre adhat mondjuk adott esetben okot, és nagyon rosszul elsülhet mondjuk egy ilyen este. Akár, akár igen. Ja, Ja, lehet, hogy, lehet, hogy akkor mégse kellene, ö, hogy mondjam, mm, ilyesmibe belemenni. Ja, végülis ez, ez is egy jó álláspont. Mhm. Uh -huh. Ja jó, csak mondjuk, mondjuk szimpatikus sok szempontból. Ez nem azt jelenti, hogy az, hogy bele van esve az ember, mint az állat. Ez, hanem csak egyszerűen megnyerő érted a, a személyisége, megkapó, jó a szövege, bírom, mit tudom én, a, a gondolatai az, azok értékesek, stb. Tehát én ilyesmire gondolok. Na ez például tök jó. Szerintem jó elmondani előtte, Maxi Disrespect írja, de ö, előtte megkérdezném tőle, hogy ő hogy lát engem. Aha. Aha. Ja, nem, nem egy rossz ötlet talán. Meg hát nyilván az is, az is egy érdekes dolog, hogy, 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 mit lehet mondjuk egy ilyen szituációba tenni, ha mondjuk ez egy nem kívánt tehát mondjuk tegyük fel megvárni azt, hogy, hogy majd elmúlik magától az te kész. Vagy vagy, 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 mit kell ilyenkor tenni? Jó reggelt, új tender. Köszönöm. Meg tudjátok, tehát, hogy ez vajon azt jelenti, hogy, 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 nem szereted eléggé a párodat? Nem vagyok ebbe teljesen biztos. Aha, már ilyen gondolataid vannak, akkor az borderline érzelmi kötődés. Talán, talán. Köszönjük szépen, új tender. Akkor itt, akkor itt rengetegen, rengetegen orrolnak egymásra ezek közül. Fene tudjam. Na most alapvetően ugye a kutatások azt mondják, hogy szimplán csak az, hogy megtetszik valaki más, nem, nem jelenti azt, hogy annak megcsalás lesz a vége. Sőt, ezt nyilván ugye tapasztalhattátok adott esetben mondjuk magatokon is. Mert, mert, mert most az, hogy valaki megtetszik, az nem, nem jelenti azt, hogy az illető miatt sútba vágnátok érted azt a kapcsolatot, amit már mit tudom, tegyük fel, 8-10 éve építetek. De mondjuk, mondjuk, támad egy ilyen érzésetek, akkor azt nyilván ugye valahogy le kell reagálni, vagy azzal kapcsolatban valamit tenni kell, mert, mert, mert abból mindig le lehet vonni konzekvenciákat, vagy adott esetben érdemes megbeszélni a párral. Mm. Szerintem. Jó reggelt, jó reggelt, Odika. Hello. Nem volt sok kapcsolatom, soha nem voltam féltékeny, ö, megadtam neki, nekik a szabadságot, ö, nem néztem a telefonját, stb. Mindig úgy váltunk el, hogy megbeszéltük a dolgokat, sokat tanultunk egymástól, majd mai napig tartjuk a kapcsolatot. Ö, ez, ez, szerintem, ez szerintem tök jó, de ö, az emberek jelentős része nem biztos, hogy így viselkedik, vagy tud így viselkedni, mert adott esetben a másik oldalról teljesen más hozzáállást tapasztal, és akkor, akkor, akkor már az egy nehéz ügy, hogy, hogy ezt mondjuk kivitelezni lehessen, amit te írsz. Igen, Amfi, mert, mert most bocsánat, és tudom, hogy van kivétel, de a férfiak bősz még ilyen szempontból. Tehát nem nagyon, hogy mondjam, nem nagyon tudjuk mindig értelmezni a jeleket. Nem nagyon, nem nagyon tudunk ezekből a dolgokból olykor olvasni, tehát így, érted, én is miközben nézek ki a fejemből, lehet, hogy azon gondolkozok, hogy mi lesz a következő téma, érted, itt szombaton, vagy vasárnap, vagy, vagy, vagy akármi, tehát vannak, vannak ilyen állapotok sajnos. Sőt, olyan is van, hogy az ember, emberhez így beszélnek, és és tudjátok, akkor bekövetkezik egy ilyen autópilóta üzemmód, hogy még válaszolgat is a, a, a másiknak, de de nem tudja, hogy mire válaszol meg, hogy mit válaszolt meg, hogy hogy. Van ilyen. Van ilyen legyünk őszinték. Tehát azért, na, tudjuk, hogy hogy működik ez. Persze, így, így, így van Maxi Disrespect, po pontosan. Po pontosan. pontosan, pontosan, ha megtörtént már ilyen, ne legyünk álszatok. hogyne. Tehát ez nem, nem feltétlenül következik belőle öö, valami. <coughs> Jó vegetatív állapod? Aha, Na, figyeljetek, Mindjárt jövök, egy pillanat. Két és fél óránként általában azért szoktam tartani egy rövid szünetet. Egy rövid bioszünet, összeszedem magam, mindjárt itt vagyok egy pillanat. Addig, addig segítsetek nekem abban, mert láttam ilyeneket, és nem tudom, hogy, hogy, hogy van-e ilyen, vagy hogy hol van ilyen, vagy miként lehet ehhez hozzájutni, vagy hol találom a neten. Ilyen csetjátékok. Tehát amit a, a chat tud, mit tudom én, egy boszt legyőzni, tegyük fel, míg én itt a, a, rövid bioszünetemet töltöm ilyen chat parancsokkal, vagy, ö, vagy hasonló. Ilyet, ilyet, hol lehet? Mert én nézegettem itt kora reggel, ezzel voltam így elfoglalva, és, és kíváncsi vagyok, hogy van -e erre mondjuk lehetőség. Van mondjuk egy sárkány, amit majd legyőztök, vagy mit tudom én, ilyen mindenféle chat parancsokkal. Van, 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 ilyen? Mert hogyha igen, akkor linkelni is lehet nyugodtan. Egy pillanat, pillanat és itt vagyok, és folytatjuk, mert van még témánk bőven, úgyhogy ö, egy pillanat türelmet szeretnék csak kérni. De hogyha ezzel kapcsolatban segítetek, akkor azt megköszönöm. Mindjárt itt vagyok egy pillanat. Na re, köszönöm szépen a türelmet. Azt mondja, hogy uh, hol tartottunk. Azt mondja, hogy. Jó. Ja, körülbelül, körülbelül arról uh, né nézem amúgy a hozzászólásokat. Mhm. Uh... Uh -huh. Ha az a kérdés, hogy ezt kell-e mondani a párodnak, tehát így arról beszélgetünk, hogy, hogy tetszhet-e más, hogyha, hogyha kapcsolatban vagy, erre írta Psycho-Daki, hogy kell-e mondani a párodnak, szerintem nem, ezt magadban kell helyre tenni, hogy mit szeretnél. Nézd, ha valaki mondjuk egyértelműen flörtöl veled, de leállítod az illetőt, és ezt mondjuk elmondod a párodnak, akkor szerintem abban semmi probléma nincsen. Sőt, ez, ez kiváló alkalom arra, hogy a másikkal éreztesd azt, hogy, hogy, hogy bizalommal vagy felé, és te is számítasz az ő bizalmára. Tehát szerintem ebben például semmiféle probléma nincsen. Betra köszönöm szépen a követést. Szóval ebbe, ebbe, ebbe egyáltalán nem látok amúgy problémát, és még, még egy plusz lehetőség arra, hogy, hogy ezt a bizalmat egy kicsikét építeni tudjad. Na most abban az esetben, hogyha meg azt mondod, hogy, hogy nem állítottad le az illetőt, és hibáztál, és ezt mondod el, akkor... De mondjuk azt mondod, hogy hogy, hogy hogy bármikor előfordul ilyen, a későbbiekben így állsz majd el, akkor szerintem szerintem az megint csak egy pozitív dolog lehet. Nyilván ott azért kell, hogy a másik oldalon, hogy mondjam, értő fülekre találjon ez a történet. Más nem azért, mert mert nyilván szükséges ehhez a dologhoz a másik is, bárhogy is nézem. Azt, azt, meg, hogy honnan, honnan számít uh, valami flörtölésnek, ezt, ezt így, ezt, így, megállapítani szerintem nagyon-nagyon-nagyon nehéz történet. És, és itt, a, itt, a, határ az mindig máshol van, ez egy ilyen flexibilis valami, ö, szituáció függő, helyzet szituációfüggő, helyzetfüggő, emberfüggő, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz ez behatárolni. <kül> ez nem feltétlenül igaz, hogy építhetsz is a, azzal, hogy bizalmi módon elmondod, ugye, és egy, ő interpretálhatja ezt ö, úgy, hogy te még mindig ö, játékban lehetsz, és van mit ö, féltenie? Hát, de, de el kell mondani neki, hogy nem. Tehát én, én azt gondolom, hogy ha ezeket, ezeket egyértelműen tisztázod, akkor, akkor ö, a, és, és a te lelki ismereted az tiszta, akkor, akkor valójában nem szükséges, hogy ezt így érezze a másik film. Most tök mindegy, hogy most nőről vagy pasiról van szó. Szerintem teljesen lényegtelen. Én, én legalábbis, legalábbis ezt gondolom. Most, az hogy, az, az, hogy, az, hogy milyen ruhát tudnak fölvenni, és oda nézni, nem oda nézni, az, az, az nyilván egy másik kérdés. Erről tényleg az a véleményem, hogy, hogy hogy lehet ezt, lehet ezt úgy kezelni, hogy, hogy, hogy ezzel ne bántsunk meg senkit, sem azt, aki, aki a megnézésnek a, 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 a tárgya, vagy aki felé irányul a megnézés, meg adott esetben a mellettünk ülő párunkat se bántsuk meg vele. Nyilván, nyilván vannak extrém esetek, amiket nem kellene, de, de, de biztos vagyok benne, hogy, hogy lehet ezt normálisan. Bárhogy is nézem. Ja. <kül> Na, figyeljetek! Ö van egy nagyon ö furcsa cikk. Ami, ami szerintem szerintem kimondottan érdekes. Ö egy pillanat, mindjárt előhorgászom, mert ez is itt van. Azt mondja, hogy. Na most nem tudom, nem tudom hogy beszéljünk -e erről az ISO-speed jelenségről, ami ami, ami volt uh, itt uh, a, a, hát az utóbbi idők uh, témái között jó, jó, jó pár helyen. Hát uh, némileg, ném, némileg lehet róla szerintem egy kicsikét. Uh, Fura, fura, nekem ez a figura. Aki esetleg nem tudná, hogy kiről van szó, ő egy meglehetősen népszerű streamer, bár azt én őszintén megmondom, hogy nem értem, hogy miért, viszont, viszont most volt nemrégiben Budapesten, és, és ezt az őrjöngést, mint olyat, én, én, én megmondom őszintén, ilyen, ilyen nagyon furcsa szemekkel néztem, hogy, 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 hogy ez most valójában mi ez a produkció. Tehát, de megvan, ugye, hogy kiről, kiről beszélek. Az illető rajong... Rajon Cristiano Ronaldoért nem csak a kutyáknak, de az embereknek is szó szerint ugat, és több tízmillióan követik minden egyes lépését. A tartalomgyártó múlt héten Budapesten is hatalmas felfordulást keltett, látogatásakor több százan rótták fel a főváros utcáit, de Honnan ez a rajongás, és miért vannak oda a fiatalok hasonló tartalomgyártókért? Na ez ö a pszichiátriáról, értem. Én azt láttam, megnéztem egy dancsó videót ezzel kapcsolatban, elolvastam egy cikket ezzel kapcsolatban, én nagyon-nagyon furcsának érzem ezt a történetet. Tehát ez a figura csak hogy el tudjátok képzelni, hogy milyen milyen kontentről van szó, bizonyos feliratkozó mennyiség után mindig fejjel beleugrik a saját kamerájába. Tehát ez nekem még a korai Turbo Titán jutott eszembe, vagy a, vagy, a, vagy a korai Molnár Krisztián, tehát hogy, hogy, hogy így fura nekem eleve a... a a, a jelenség, Ö, mert azt, azt az egyet nem értem, hogy, hogy mi a francért van körülötte ekkora felhajtás, tehát hogy, hogy, hogy ez minek köszönhető? Hogy az ekkora barmokat nem csapják agyon még időben. <kül> Jó, hát azért, azért senkit ne bántsunk, meg, meg félreértés ne essék. Nem feltétlenül arról kellene szóljon ez az egész történet, hogy, 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 helytelenítjük ezt a viselkedést. Attól függetlenül nyilván nekem is megvan róla a véleményem, de, de, de engem az érdekelne leginkább, hogy... Ez a fajta kontent, ez a, ez a minősíthetetlen, értéknéküli, alpári és, és, és primitív kontent, ez, 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 miért, miért ennyire népszerű? Miért, miért kelti föl ennyi ember érdeklődését? Mert nyilvánvaló, ha, ha én most mit tudom én, élő adásban elkezdenék egy, 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 műhallal közösülni, az nagy valószínűséggel föl, hogy mondjam, egy kicsikét így megdobná a nézőszámot, mert, 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 nyilván ilyet nem igazán láttok minden nap, és egyáltalán, viszont, viszont nyilván itt meg ugye nem ez megy, nyilván tudja az ember, hogy, 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 mivel kapcsolatban milyen számokra számíthat például. Úgy, úgy kb. Kb. ezt úgy be lehet határolni. Na most az, az érdekelne engem, hogy, hogy, hogy vajon ez, és, és, nem, nem ő van egyedül ö, az interneten ilyen jellegű tartalmakkal, de, de miért van az, hogy, hogy ezeket, a, ezeket a tartalmakat az emberek előszeretettel fogyasztják? Vagy ez, ez ilyen bűnös élvezet? Vagy, 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 hogy kell ezt elképzelni? Szerintem csak só, ahogy kasszó kontrollertől, try tetszik, az idiótaság tetszik, az embereknek az alpáriság tetszik, mert tabu téma is ez tetszik szerintem úgy, ahogy Zsózé például alpári tud lenni, és rengeteg nézettséget ad neki a való életben, teljesen az ellentéte szerintem. Na, állj! Állj! Tehát azért, azért szerintem Zsózét ne hasonlítsuk már össze. Tehát a kettő között nagyon-nagyon fényév távolság van. Tehát az ott lévő szöveg, és, és és az ott lévő tartalom az nem hasonlítható azzal össze, hogy megy ez a, ez, a, ez a buta kretén, ö, és, és rá ö, ugat a kutyákra, meg az emberekre. Tehát, hogy ez, ez a két dolog szerintem nagyon-nagyon-nagyon különböző. Ami, a, amit, ö, a, amit is. Tehát, tehát, tehát én, 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 a kettő között azért tényleg fényév távolságot látok, és, és azt nem értem, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen, egy ilyen primitív kontent, mint ennek az Ásó a, a, a content, ez hogy a francba? Jó, most félre ne értsetek, tehát én nem, nem egy, ilyen, egy ilyen elképesztően magas, morális magaslatról ülve ö, szemlélem itt az eseményeket, tehát ne, 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 így értsétek ezt a történetet, és, és föl vagyok háborodva, nem így. Mert, mert, nem. Mert én is szoktam ezek kreténségeket művelni streambe, meg, 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 olyanokat mondani olykor, de, de, nyilván nem ez a jellemző. Attól függetlenül, attól függetlenül ahhoz továbbra is ragaszkodom, ö, Bíróat is, hogy, hogy Zsozé és, a, és a, a, az előtte említett úriember ember között azért intellektusban is igencsak igen, csak nagy a távolság, és mély a szakadék. Tehát. Az legnagyobb probléma, hogy hogy valaki azt hiszi, hogy ez így normális, megvan a maga helye, ideje és szintje. A, ezt, ezt, ezt így értem. A problémám ezzel az egészen az, hogy hogy onnantól kezdve, hogy ez egy, egy standardot jelent innentől kezdve, mert hát nyilván Biztos lesznek még utána is hasonlók, akik mit tudom én az interneten, vagy a, a különböző streaming platformokon, vagy YouTube-on itt ott, ott, ö, szeretnének sikereket elérni, ezt veszik standardnak. És akkor mi, mi, mi jut be, hogy hú, ő ezt csinálta, akkor nekem valami még nagyobb izé aromságot kell csinálnom, és akkor fokozódik egy ilyen történet, és, és, és a kígyó a saját farkába harap, és egyre hitványnál hitványabb kontentek fognak gyakorlatilag felbukkani. Ez, ez az érdekes szerintem ebbe a dologba. Báb, Báb értem, értem, amit írsz, az a probléma ezzel, és, és erre már nagyon sokszor gondoltam, és nagyon sokszor morfondíroztam ezen, amit írsz, az a gond, hogy egy-egy jó hozzászólással simán eltérítitek a témát. Tehát én most hiába írnám be azt, hogy ma erről fogunk beszélgetni, egyáltalán nem biztos, hogy az úgy lesz, és, és akkor inkább nem írom ki, mert mert ha meg, mit tudom én, most tegyük fel, akarunk beszélgetni a gumicsirkék ö, téli álmáról, vagy, vagy, vagy nem tudom miről, a, a mormotákról, vagy a goblinokról, vagy mit tudom én, akkor lehet, hogy nem nem lesz rá idő, mert mert előtte egy másik témát beszéltünk meg, ami, ami így közben közben vetődött fel. Tudod, ez, ez, ez a probléma. Hát persze, pe, persze, én, én, ezt értem, csak ezt a kompromisszumot meg, meg, kell, meg kell hozzam. Mert ha, ha tegyük fel, bármelyik kötök mondjuk Amfi eltéríti a beszélgetést, Egyrészt én meg is szeretném hagyni a lehetőséget erre, mert ezért interaktív a történet, meg meg, meg meg nagyon szeretem, hogyha van értékes hozzászólás, amiből újabb utak és témák nyílnak adott témákból. Ez, 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 ez nekem egy kicsikét fontosabb, mint hogy egy nagyon-nagyon behatárolt szerkezete legyen a történetnek. Ja, meg, meghoztam ezt a kompromisszumot, még jó idővel ezelőtt. Ez, ez, tehát az hogy, az, hogy interaktívabb legyen a történet, az fontosabbnak tartom, mint hogy, mint hogy meglegyenek ezek a fajta keretek. Ez lehet, hogy nem egy jó döntés, félrejétés ne essék. Na, szóval visszatérve a témára, az ISO speed jelenségre, a primitív content a gyors és agresszív impulzus keltés miatt működik, és a, a Ö, és már csak ennek a feldolgozásához van elegendő kapacitás, ami elég szomorú is. Jó, ez, ez, ez ezt így értem, hogy, ö, hogy, hogy nagyot kell durrantani, érthető kell, hogy legyen, egy bites kell, hogy legyen, hogy, hogy, ö, hogy, átmenjen. Nézzétek csak meg a, a politikai kommunikációt ma Magyarországon. Ö, abszolút, értem ezzel együtt. Mondom, szerintem ami, 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 nagyon érdekes ebbe a dologba az az, hogy hogy lesznek, lesznek emberek, akik, akik hasonló sikerekre szeretnének szert tenni, viszont ők jogosan levolhatják azt a következtetést, hogy akkor nekik még nagyobb kreténséget kell csinálni, mert azzal ütik át az inger küszöböt, ami ugye évről évre egyre inkább kijebb van. Értitek, hogy mire gondolok? A magukba harapók így jógnak. <laughs> Na, gyorsan, gyorsan eljutunk ám ez egy Csicsolináig. Na, de ezek nagyon régi dolgok, nem is beszélek róla. Szerintem tudod csávó szórakoztató lenni egyes esetekben, viszont amikor másoknak például a vacsoráját megzavarja, élvezhetetlenné teszi, az nincsen rendben. Teljesen rosszul lett kezelve az étterem részéről is ez eset. Bolzasztó frusztráló lehetett annak, aki ott vacsorázott, valószínű, drága pénzért, hogy ott ugat és ordít az ember. Ö, igen ez a, el, előd amúgy számból vetett ki azt, hogy ez, ez nekem is ö, eszembe jutott, amikor láttam először ezt a, ezt a felvételt, és ö, hogy mondjam, ott, ott, egy nő be is mutatott neki, meg mit tudom, én ne, nem az se volt éppen egy, egy szofisztikált viselkedés, félreértés ne essék, de, 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 de egyszerűen egyszer nem, nem nagyon értem, hogy, 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 hogy hogy lehet ezért rajongani? Láttam ott egy srácot, a Dancsó videóban látszódott is, aki megvetetett vele egy parfümön, még csak az egyik drogériában, vagy mi ez parfüm boltban. Lényeg a lényeg, a srác még csak föl se fogta, érte? Tehát azt nem értem, hogy, hogy, hogy a francba rajonghat egy ilyen figuráért, amikor nem is érti, hogy mit mond. Mert, 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 mert nem vette le szerencsétlen gyermek, hogy, 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 azért veszi meg neki a, a, a parfümöt, mert, mert Speed szerint büdös. Tehát, hogy így szüksége is van rá, és ezért, ezért vásárolta meg neki. Tehát, hogy így nem, nem nagyon értem. Nem nagyon értem, hogy a rajongás az egyáltalán hogy valósulhat meg ilyen esetben, amikor nem érti valaki, hogy valaki mit mond. Ó, oh, Mr. Gábor. Hát utólag is jobbulást. Most már minden rendben van? Remélem akkor. Talán, talán igen. Hát, most, most, ha nem is visszük el Sirius ilyen irányba ezt a beszélgetést, szerintem, szerintem érdekes ezt a jelenséget megvizsgálni. Én, én, nem, én nem úgy szeretném ezt megközelíteni, hogy most mondom, én, én valami elképesztő erkölcsi és morális magaslatokból szemlélem ezt a dolgot, mert, mert nem erről van szó, csak alapvetően érdekel, hogy merre felé megy ez az egész, és hogy, és hogy milyen ilyen szituációk vannak meg, meg egyáltalán. Nyilván nyilván érdekel. Nyilván érdekel, de az biztos, hogy hogy, hogy 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 számomra ez nem tud szórakoztató lenni, mert mert alapvetően nem nem megdöbbenni szeretnék, mitől menni egy streamre, hanem, hanem hanem mondjuk ami ott történik, az érdekel ezért, azért vagy am azért. De, de ha már erről van szó, hogy mi érdekel, meg mi, ne, mi nem érdekel, akkor vajon mi lehet az, ami, ami, ami a. a az egyszerű néző ö, figyelmét felkelti. Tehát az, hogy, az, hogy ö, a viselkedésnek ö, mm, viselkedésnek olyan formáját lehet látni élő és egyenes adásban, ami, ami polgárpukkasztó, vagy, vagy, ö, vagy, 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 abszolút nem szokványos, és akkor ez, ez az, ami... Ez az, ami... Mm, ami, ami adott esetben arra ösztönözheti az egyszerű nézőt, hogy hogy, 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 megtekintse ezeket? Ne, nem tudom. Attól függetlenül tényleg elképzelhető, hogy egy-egy hogy, hogy néző mondjuk jobban ismeri Dancsó Péter szobáját, vagy Viszpertön bútorait, mint a saját osztálytársainak az otthonát szokásait, vagy életét. Tehát, tehát azért e felé gyönyörű szépen elkezdett menni a a, 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 a társadalom, tehát, hogy kevésbé kevésbé ö, hogy mondjam, frekventáltak ezek a, ezek a társas összejövetelek, mint, mint egy, egy videó megtekintése, tehát vagy vagy, vagy vagy élő stream megtekintése. Nem tudom, ér érdekes, érdekes amúgy ez is. Azt mondják amúgy, hogy a, a rajongásnak, mint olyannak, van egy olyan pszichológiája, hogy, hogy közösségbe helyez bennünket, és és társakat beszédtémát biztosít számunkra, ami alapvetően régebben ugye úgy, úgy nézett ki, hogy lejöhet a, a Józsika, a Ferike, a Klári Erzsikati Olga játszani, vagy biciklizni, és akkor mondta anyu vagy apu, hogy lejöhet, vagy nem jöhet, és ha lemehettünk, akkor lementünk, és akkor ott éltük ugye nyilván a, a, a szociális életet, mint olyan. Na most nyilván a gyermeköcsök, akiket mondjuk tanítok, azok többször számolnak be arról, hogy nyilván Discordon vagy Messengeren felhívva egymást, közösen játszanak, ugye? Vagy Ingame voice t használva közösségi jelleggel izitolják a játékokat. Tehát ezen nyilván nem kell meglepődni, tehát van már ilyen lehetőség, hála az égnek, hogy van ilyen lehetőség, miért ne legyen? Csak, csak valahogy ez ez, 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 egy plusz lehetőség, de, de sokan el is csúsznak ezzel a történettel. Hát az, az, megint egy másik történet, ez az élő adásban történő lopás, erről nem fogunk beszélni, jó, mert még csak beszéd téma se legyen. Mhm. Uh -huh. A Furcsa. Fur, fur, furcsa, megmondom őszintén. Na most, ha belegondoltok, visszatérve az előző mondatra, lehet valaki mondjuk egy iskolai vagy egy baráti közösségben népszerűtlen, izolált, magányos, de, de, de ugyanúgy részt vehet mondjuk egy ilyen esetben is egy, egy hasonló ilyen online eseményen, vagy, vagy streamen, vagy, vagy, bárhogy hívjuk, ugye? Tehát ugyanolyan eséllyel tehet szert barátokra, mint, mint adott esetben népszerű, vagy népszerűbb társai. Tehát a csoportlélektan és, és a társadalomlélektan az elvileg azt mondja, hogy a gyerek vagy a gyerekek azért rajonganak valamiért, hogy, hogy ez önmeghatározásukban segítse őket. Tehát nyilván a... a, a a kezdeti ö, ö, szakaszában ugye a, a személyiségfejlődésnek ugye mintavéte lesz folyamatosan valaki, és, ö, és, és azokat a mintákat begyűjti, integrálja, eldönti előtte, hogy ezt integrálja, vagy nem integrálja, és, és, és nyilván fontos az, hogy ezek a minták milyenek lesznek. Most nyilván, hogyha azt látja valaki, hogy élőadásba ugatok érted a kutyára, vagy az emberekkel, vagy lopok élőadásba, az, az, az problémás lehet, mert ezt is integrálni fogja, gondolom én. Tehát ez, ez, ezért lenne, és erről volt is szó még annak idején, amikor, amikor volt a... a a Real Talk, tudjátok, amit Pisti meg Jani szerveztek, ott, ott találkoztunk néhány ótokkal, ott pont nem abban a panelben, amiben mi voltunk, hanem egy másik panelben beszélgettek, azt hiszem talán, talán Radics a, a, tartalom tartalomgyártói felelősségvállalásról. És, és ez pontosan az. Pontosan az, hogy mérjed már fel cimbora, hogy hány évesek néznek, és akkor ennek megfelelően döntsd el azt, hogy mi fog történni az élő adásba. Tehát hogyha, hogyha azt veszed észre, hogy téged 12 évesek néznek, csak hát ez, ez kell kell valamiféle, hogy mondjam, valami, tehát feltételezi azt, hogy az embernek legyen két sejtnél többje, hogy hogy mondjuk abból azokból a hozzászólásokból azért fel tudja mérni legrosszabb esetben csak onnan, de máshonnan is lehet. Ö, hogy, hogy hány évesek nézik, hogy hogy, hogy hogy el tudja dönteni, hogy onnantól kezdve élőadásba mit visz be. Én pontosan tudom azt, hogy a, 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 akik, ö, ö, akik engem néznek, körülbelül hány évesek. Tehát jelentős százalékban 20 év felettiek vagytok, és 50 év alattiak. Tehát 20 és 50 év között van leginkább az a, az a társaság, akik, akik általában úgy itt vannak. Na most... Nyilván ebből kifolyólag a tartalom is más. Tehát, hogyha nullától 24 óráig Minecraftot közvetítenék, nyilván más lenne a, a, a közösség összetétele. De ennek megfelelően lenne érdemes behatárolni azt, hogy, 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 hogy az ember mit csinál mondjuk egy élő adásban. És Icehost uh, Speed uh, nézői jelentős részt. Tudja, hogy fiatalokból épül fel. Tehát ez, ez, ez egészen biztos, meg húsz év ö, alattiakból. Jó, persze, nyilván nyilván vannak biztosan idősebbek is, tehát félreértés ne mm. Attól függetlenül van egy olyan jelenség is, hogy hétvacsing, tehát, hogy hogy azért nézel valamit, mert, 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 mert rettenetesen nézé. Nem, nem, csipázod, ilyen is van, nyilván, nyilván van egy ilyen faktora is a dolognak. Attól függetlenül azért ezt, ezt a... Ezt, 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 ezt a történetet talán jó lenne egy kicsikét szem előtt tartani. Talán. Talán. Hanover, írtad azt, hogy hogy ö, ö, még nem határozták meg a gyermekkor az, az okos eszközök hála az égnek, mert ö, nagyon gyerekcipőbe jártak. Tehát a, nem, nem Alapvetően nem a technikával van gond. Tehát ne, nem, nem, nem nem azzal van ö, gond, hogy itt az internet és kinyílt a világ, hanem, hanem az, az, az lehet adott esetben gond, hogy ezt hogyan használja az illető, vagy miként használja, vagy, 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 vagy hogyan engedik neki használni. Szerintem legalábbis. Mert egyáltalán nem mindegy, hogy 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 adott esetben milyen tartalmat fogyaszt valaki egy olyan időszakban, amikor a személyisége még éppen kikristályosodóban van, vagy, vagy próbálja azokat a mintákat, érted? Megnézni, és a többi, és a többi. Na mindegy. Nem akarom, hogy ebből ilyen generációs kérdés legyen, mert, mert alapvetően, hogy mondjam, tehát nem teljesen felesleges ilyen irányba elvinni ezt a történetet, mert ezelőtt 80 évvel is csináltak kreténségeket az emberek, meg, meg kútba ugrottak egymás után, tehát félreértés és ne essék. Csak, 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 mégis, mégis szerintem azt érdemes ezzel a dologgal kapcsolatban szem előtt tartani, hogy a hitványtartalmaknál még hitványabbak jönnek majd, mert, 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 olyan standardokat állítanak a, 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 a adott esetben tartalomkészítők. Hát ektomatik, ektomatik, ezt sem ez se merném, ez se, ez se merném így kijelenteni. Ezt sem merném így kijelenteni. Fixe, jó, hát most odaírtad, hogy kappa, nem tudom, hogy komolyan gondolod-e, de 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 nekem is van olyan ö, ennyi idős ö, tanítványom, aki, aki, a, a, aki simán felelősségteljesen tud azért ö, bánni ezekkel a dolgokkal. Meg, meg otthon ez monitorozva van. Hm? Hm. Hát ez, ezzel egyetétek persze nyilván, nyilván, nyilván én, én se voltam, mit tudom én. Én se hoztam mindig ö, meg a legjobb döntéseket. Most se feltétlenül hozom meg a legjobb döntéseket olykor, tehát essék. Na mindegy. Ez, ez ez csak így mit tudom én, így gondolatébreztőnek szántam, vagy gondoltam erről is beszélgessünk egy kicsikét, mert ez dőlt mostanával a közösségi médiából és és. Ö, Hát fura, fura, nekem ez az egész történet, de, 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 nem gondolom, hogy nekem ezzel kell foglalkozni, csak, csak így érdekességképpen azért megnéztük ezt. Na, jó van. Lényeg a lényeg, hogy... Jó, ezt is átbeszéltük, ezt is... Át, jó, ez holnapra lesz ez a téma. Na figyeljetek, egy-egy apróság még információ formájában. Ha esetleg lenne bármi olyan téma, amiről szívesen beszélgetnétek, adott esetben akár holnap reggel kilenctől, akkor ott a, a, a link, itt meg tudjátok írni azt, hogy milyen témát ö, vegyünk gorcsó alá, vagy mivel foglalkozzunk, ha esetleg van ilyen jellegű ötletetek, nagyon szívesen fogadom, bármi lehet, nem kell ö, aggódni. Ha volt már, akkor nem beszélünk róla minden esetre, ö, nagyon szívesen. Nézem, nézem amúgy ezt a téma ajánlót. Holnap még a fogadóra során képkockázunk, amiben a hetedik című filmről fogunk beszélgetni. Jövő héten fixel lesz D&D, az száz százalék. A mai nap pedig úgy néz ki, hogy most a beszélgetés után megnézzük a, a No Rest for the Wicked nevezetű játékot, amivel szerintem jó pár órán keresztül el leszek, és utána. Viszont ö, ö, lehet, hogy lesz másik játék is, ezt még nem tudom egyelőre. Minden esetre este 7 órakor armázni fogunk, ez egészen biztos, úgyhogy arra is várunk benneteket nagy szeretettel. Az MRK Főnix alakulattal fogunk egy közel 20 fős vagy több fős mission tolni, ami hát tulajdonképpen ilyen militári RP, vagy nem tudom, hogy hogy mondjam, hívjuk bárhogy, de ott a parancs, úgyhogy közi szépen. Érdekes amúgy ez az egész ö, ö, dolog. Fura, fura. Ja, persze ré, régebben is volt, hogy nem, hogy ne csak jobban szem előtt van. Ez, 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 ez egyértelmű nyilván, de ö, régen szerintem nem volt arra, hogy mondjam, nem volt arra akkora, mm, tehát nem volt, ne, nem volt nem volt akkora indítatás szerintem ö, az emberekben, hogy ami történik velük, vagy 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 ami, amiben léteznek, azt megmutassák ugye a külvilágnak adott esetben az internet segítségével. Szerintem. Szerintem. Tehát van egy ilyen plusz húzó ereje az internetnek, meg, meg, meg annak, hogy, hogy, hogy jó, pár, jó páran szeretnék ezt, a, ezt, ezt a ezt a tartalomgyártással kapcsolatos életmódot folytatni. Vagy nem, értitek, hogy mire gondolok. Tehát tartalmat gyártani. És, 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 és szerencsét próbálnak. Hát most ne, ne, tudjátok meg, hány gyerkőt számolt arról be, mert mondják, ugye, hogy csináltak saját YouTube csatornát, lesz élőzés, meg még tudom én. Tehát ezt, én hallgatom amúgy a munkahelyemen, mert elmondják nyilván, hogy mi újság van velük nagyon furcsa nekem őszintén, szóval én nem, nem szólok ebbe bele, meg, meg, úgy gondolom, hogy ez nem az én dolgom, a szülő majd ezt intézi, viszont azért, azért fura, fura, fura egy kicsikét. De mindenkinek legyen meg a lehetősége. Erre, arra, arra. Na, figyeltek. Én azt javaslom, hogy fogjunk bele a No Rest for the